Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen és nyáron a hajnalvasod, a melóban vagy csak pirítod a hasad. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello! Jó reggelt! Hello, drága hallgatók! Hát itt vagyunk, és milyen szép időnk van ma reggel, gyerekek. Bizonyám. Aha. Csak rohadt hideg. Fú, nagyon. Szép, tiszta idő van, és szerintem jó idő is lesz ma. Ez szerintem egy nagyon jó kis előjel, a hétvégére nézve, hiszen jön május 1-e. Ének, szó és tánc köszöntse az engel. Ja, hogy... Úristen, igen, emlékszem. Erre még én is emlékszem. Na gyerekek, most... hát én még voltam felvonulni, amikor integetni kellett. Türelmetlenül álltam sorba anyám és apám lába között, kicsi voltam, vártuk, hogy elinduljon a menet. Majd elindult a menet, integettél. A tribün felé szigorúan. Így. A tribün felé szigorúan. Kinéz jobbra. Az év egyetlen napja volt, amikor kaptál olyan lufit, ami fölfelé ment az égre. Az bizony. Tényleg. Az ez volt az... Potty. Igen, az év egyetlen olyan napja volt, a május 1, legalábbis felénk vidéken, mentünk a gyulai húskombinát, mert apám ott dolgozott fölvonulására, és felém az egyetlen egy érv volt, hogy nekem mennem kell oda, az az, hogy ég felé menő lufit lehetett kapni. Az. Mert csak május 1-én volt. Igen. Héliumos. Hát, miért? Tábla volt? Nálatok is? Nálunk is volt. Fogtuk egyik oldalról a nővérem, másik oldalról én, fogtuk anyu kezét. Előttünk pedig egy szép tábla, Fővárosi Gyógyszertári Központ. És így mentünk, nagyon büszke. Ja, igen, és lehetett integetni, és aztán átvonult a tömeg, vagy a Május 9 parkba, vagy a Királyrétre, vagy a Királydombra, vagy mit tudom én hova. És összeverekedtünk a Lőrinci fonóba. És akkor ott volt virsli, meg ott volt... Meg sör, de az nem nekünk, hanem a felnőtteknek. Felnőtteknek kringlispil volt, és fú, hát minden volt, ami lehetett igazából. Úgyhogy az jó volt. De gondolod, milyen szörnyű, hogy álltak ott az emberek, és nekik kellett integetni a hazánk politikusének. Nem, és akkor mentél és integettél, hogy milyen egy beteg... Az ott Kádár János, Szinege Lajos. Egy ostoba, egy ilyen hatalomra épülő hülye demagóg rendszer, nem? Menj el, és integes, mert ott vannak a te politikusaid, és akkor integes a tribűn felé, hogy júj, de boldog vagyok, integettetek. Ilyen hülye dolog, nem? Hát gondolj bele, épp észre, ez most már felfoghatatlan. Én csak azért szerintem mindig volt utána a bugrácsozás. Hát ez egy gyerekként, által izgatott voltál, nagy tömeg volt, mentél, hát talán egyszer voltunk, és ahogy kerültünk oda, de ez ilyen beteg egy rendszer volt, nem? Én gyerekként én imádtam. Nyilván a politikai töltetét akkor mi még nem láttuk gyerekként, de nekem a május 1 akkor azt jelentette, hogy tényleg égre menő lufi van, valamilyen zenekar van, persze, jó idő van, napfény van, lufi van, sör van, vízsli, vagy sör nyilván van. Nem. Szóval, hogy nekem egyébként tök jó emlékeim vannak. Most aki 70 éves, és visszaemlékszik most, hogy ő neki 40 évesen mi volt a május 1, annak lehet, hogy ez megvan, amit te mondasz, hogy olyan politikusoknak kellett integetni, akiket hát nem biztos, hogy kedveltél. Én például csak a papírzászlóra koncentráltam, imádtam. Burkapálca, papírzászló. És azzal mentél, és azzal, igen. És tök menőnek éreztem magam. És az volt. Hogy a mai gyerekeknek lesz ilyen? Mai gyerekeknek hál' Isten nem, de nem baj. De a közösségi élmény meg tök jó volt. Vagy mennek osztálykirándulni, meg mennek. Hát, igen. Kár, hogy a régió dolgokból nem maradt semmi. Azok a közös disznyotarak. Azok a régi szép diktatúrák. A régió dolgokból nem marad semmi, igen, már Kádár is halott, ha már olyan világ, ez már egy, igen. Hát a mai gyerekeknek már más típusú közösség van, mint a Facebook, meg az Instagram. Ja. Hát, urá. Nem tudom, hogy ez az nyilván jobb, biztos, hogy nem ebből a szempontból, de mint szülőként oda elmenni integetni, hát az egész szörnyű, tényleg szörnyű. Na mindegy. Időjárásunkról néhány mondat, mert hogy csalóka a dolog, aki most indulna és kinéz, azt hiszi, hogy süt a nap, és ez azt is jelenti, hogy meleg van, de nem. Talajmenti fagyok voltak éjszaka, és hát most barom hideg van. Iszonyatosan hideg. Én most nem is néztem rá a kilométerről arra se, de hogy a... Mire? Mi az? Hőmérő-mérő egységre. Úgyhogy nem tudom, hány fok van, de éreztem, mikor beszálltam az autóba, hogy hűvös. Hát egy picit hűvös. Gyerekek. Itt reggel egy nagyon gyanús rollerest láttam. 30-al húzott el így a Népliget irányába. Nem hát, néz gyorsan pedig. De, hát nem, de szerintem ő egy ilyen elektromossal haladhatott, és valószínűleg reggel húzott egy gázt rajta, akkor ráfagyott, és azóta remélem meg tudták itt állítani a kereszteződésben. Kiválasztottam a reggel a kerékpárt. Hát... Kerékpárra jöttél? Az a hülyéje. Jézus, mire nem nézel időjárás kortát? Kinéztem az ablakon. Fizetve valami. Mire? Mnet, vagy valami meteorológiai szolgálat, vagy bármi, nem nincs. Lekötötték az internetet? Az ajtót? Ha be visszacsukja a szél, akkor szél van. Ha nem csukja vissza, akkor kihallgatózol, hogy a kakuk a szembe lévő fán már mondja-e a nótáját. Ha mondja, akkor jó idő lesz. Na, hát és ma mondta. Ma mondta? Igen, el is indultam. Nem mész 20 km/h fölé, mert akkor már fáj. Tehát 20 alatt még csak kellemetlen, 18-ig így fázol mindenhol, 20 fölött már fáj. Tehát így óvatosban megtartod a 20-ast a bringával, és akkor az úgy pont elég. Két ujjal összecsippentve. Hány kilométer? 10-15? Mennyi? Már egy 10-es. 10-es? 10 kilométer. 5 pikfokben vagy, nem? Persze, de meg jó is esett tulajdonképpen, ha így visszagondolok. Hát 10 kilométeren fagyottál. Igen, ott már mindegy. Az órád. Nem 10-nél, 4-nél elfagysz, és utána már csak a lábizmait próbálnak menni. Hát fiatal, még virgonc az ember, de azért szerintem egy hőmérsékletet érdemes úgy belőni, egy olyan ízületbarát hőmérsékletet a kerékpározáshoz. De nem tűnt, a szobából nem tűnt hidegnek. Majd 60 évesen majd annak tűnik, majd így utólag visszanézve. Majd mikor már úgy fájnak az ízületeid, igen. Jó, hát egyszer bejöttél, akkor nem, most úgyse ülsz meg jó napokig bringálom, most ez is ki van pipálva. Persze, most megtörtént, el is mondtam adásban, hogy milyen királyságban. Fotót, most ezzel most meg vagyunk hónapokig. Basszus, nem csináltam fotót. Na most kimegyünk még, lövök 4-et, és jó, akkor meg vagy mindenhol. A tekerés közben, vagy csak álljak hősen a bicikli mellett. Tudja, mit akarna. Legyen egy tekerős, egy ülős, egy állós, egy fekvős. Vissza tudod rakni szeptemberről, még egy bucsukörre előveszed, és meg vagyunk. Most király. Zsibasztanád itt magad hosszú hónapokon keresztül bringázással, nem? Igazad van. Megvan, pipa. Kész. Ki vagy pipálva, holnap már beülsz a kocsiba, fújsz egyet, és azt mondod, hiányoztál. Hiányoztál kis autóban, rohadt életben. És utána már jössz is újra autóban. Jaj, gyerekek, mi újság van egyébként? Tegnap valaki valami érdekes, valakivel valami? Hát figyelj. Na, ma reggel volt érdekes, amikor ezt a kis netbookot felnyitottuk. Akkor hát az... Ja, azt mondták, hogy ne beszéljünk róla. Nem mindegy, de kár. Igen? BigTits.com vagy mi? Azaz. Ó, valaki a rágóját. Le akarták takarítani egyébként azt a kis gumikát onnan széléről, de én nem engedtem. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy ez kollegalitás. Kollegalitás a javából. Hát, ha bejön délután majd az a kedves kollega, és keresi. Hova tettem, basszus, meggyíz volt. Imádom. És ahogy nyitottak ki vajon, mert ez látszik, hogy ezt lecsukták, ahogy nyitottak ki, akkor még nyúlt. De hát nem. Nem, képzeld el, hogy nem. Mert ugye lentre tapasztotta, megtaláltuk, ugye rögtön beindult itt a Népligeti NCIS, rögtön kitaláltuk, hogy mi történt, tehát az alsó részén ott van a nyom, és a felsőt valószínűleg felszedte. És rögtön eszembe jutottak azok a régi szép idők, a Madács moziban, a Ligetmoziban, az Alfában, a Fórumban, ahol szék alatt, így van, nézted a 8. utas a halált, megmarkoltad a széknek a karfát, és és ott volt és, igen, és nem volt olyan, tehát hogy az nem is élt igazán, aki nem nyúlt bele. Kb. Fél tonnányi rágóba. Hát azért szerintem élt. Na jó, igen, élt. De nem úgy. De nem tudja, mit hagyott ki. Igen. Hát valaki ott hagyta a rágóját. Tegnap kérlek szépen berongyoltam a 6. kerületi önkormányzathoz, megbeszéltem az alpolgármester úrral egy találkozót, mondom, van közös ügyünk, találjuk ki a dolgainkat. Előtte bementél a papíríró szerbe borítékért. Készpénzért is átmentem, így van, meg egy fél disznót is betettem a borítékba. Nem ez a lényeg, akarok egy pár dolgot, meg kellett beszélni. És amikor így készülsz rá, de nagyon készülsz, fölépíted. Megdicséred az önkorit, hiszen kedvesek voltak velünk eddig. Utána lehetőséget nyújtasz az együttműködésre, kérsz, és a végén búcsúzol, és ott megint dicsérsz. Tehát mikor itt teljesen meg vagy fejbe, bementem, bejött az alpolgármester úr egy gyönyörű titkárnővel, leültek. Az első, amit tudtam így mondani, tudod, amikor, de itt tényleg nem is nem. Igen, meg húználak, bébi, persze. Én már oda édesem, abetyárját, neki vagy csipázva. De rendben vagy, édes, picis szívem. És meg a titkárnőt se rosszám úgy. Még megyek oda, jó? Tehát, köszönöm szépen. Nem, az a lényeg, hogy van ez a fehér izé, ami a fáról hullik, most tudod, ez a szesz. És ahogy mentem be az irodába, egyet benyeltem, és az első 10 percben akkor Azt szeretném csak! Így gyerekeként annyira égtem. Tehát amikor van fontos pillanat az életedben, érted, úgy készülsz rá, és benyelsz egy ilyet, és gyakorlatilag egy normális mondatot nem tudsz elmondani. A két ember így nézett rám, hogy Ferenc, tényleg esélyt jött? Nagyon vicces. Jaj, nagyon vicces. Igen, terikém, ki ez a homár? Egy pohár vizet ad. Valamivel megkínálhatjuk. De volt már ilyen az életedben, amikor itt tényleg készült is valami, olyan nagyon aprón elcsúszol. Mert ez semmi, meg ők is hát nyilván látták, hogy valami van, meg ott próbáltam elmagyarázni, hogy egy pohár vízzel esetleg meg tudnák menteni az életemet, de hogy amikor készülsz, odamész, hogy milyen tök jó lesz, elbeszélgettek, azt majd lesz közös dolgotok, meg nem lesz, és egyszerűen 10 percig a fulladásos halál jeleivel próbáltam átélni. Röhögtek, legalább élvezték? Á, nem szórakoztak jól? Szerintem ők nem az a típus. Jók ezek a kellemetlen pillanatok. Hát talán meséltem már, hogy életemben kellemetlen pillanata az volt, amikor sajnos rám jött a szapora, és be kellett mennem, ahogy hívják be, a Szemeretelepi vasútállomásnak a WC-be, a nyilvánosban nyilván, és hát ott nem nagyon volt ajtó, de hát sietnem kellett, mert sürgetett a kényszer, és közben beállt egy vonat Vecsés a nyugati felé, és az emberek így szálltak le. Jani meg ott ül. De tehát szemben pont az évvel a sínen. Pontosan így volt, hogy úgy voltak a nyilvános WC-k, hogy az ajtó a leszálló peron felé, hát a peronnak lehet nevezni, ez egy murvás ilyen földes szakasz volt, és akkor afelé, abba az irányba nézett, és akkor jött be Vecsésről a vonat, és szépen így megállt, és az emberek így jött, szálltak le a cenkerekkel. Aj, meg ott trónolt. Kúsoltam. Haladjanak tovább, nincs semmi látnivaló. De mit csinál az ember olyankor? A fejét így le... Így tudod, ez a nézelődsz minden, nem tudod, hogy leföl. Igen, tudják, magukkal sem. De legjobb családban is, hát még nálunk. Viszontlátás? Hát azért jó, mert igen, ez mindenkit összeköt. Az. Itt mindenki megértő, mindenki empatikus, mert mindenki rákuporodik reggel a fajanszra ugyanúgy, nem? Vagy csak becsukja az ajtót, tudod? Igen, de nem volt ajtó. Érted? Nem volt ajtó. Mondom, vészhelyzet volt. Az milyen, mikor vészhelyzet van. Az, igen. És van az a típusú vészhelyzet, amikor tudod, hogy most vagy. Hát most érted. Ez is méltatlan, az is méltatlan. Van, amit sokáig lehet tartani, és van, ami nagyon jó, és van, amivel érzed, hogy hazaérsz, jóval már csak 2 utca, 1 utca, de van, mert tudod, hogy körülbelül 14 másodperc. Ha nagyon szigorú vagy, és nagyon erős, akkor 16, nem hazavihető. Vagy elkerülsz egy budira. Hát, vagy. Vagy komoly baleset. És mit csinálta volna? Mentem volna a forgalom irányítónak a háza mögé. Érted? Tehát, hogy akkor meg az lett volna. Igen. Olyan jó azért az emberben, hogy van egy-két dolog, ami az állatvilágban szerintem ez nincs meg. Hogy azért egy-két olyan dolog a kollektív tudatban, amiről elkezdesz beszélni, és mindenki tudja, hogy miről beszélsz. Igen. Nem? Mindenki máshogy éli meg a boldogságot, a fájdalmat, a magányt, az egyedülétet, mit az mindenki máshogy éli meg. De ez például, hogy amikor majdnem befosol, ha nem érsz budira, ez szerintem mindenki közös. Tudja, hogy ez mi. Tehát nincs olyan ember, aki azt mondja, igen, ez milyen fura érzés lehet, hát hogy van ez? De például legalább egyszer életedben már volt gyomorontásod, nem? És tudod, hogy ez milyen. És ez összeköt bennünket. De a szégyenérzet szerintem az megvan egyébként az állatvilágban is, mert aki kutyát tart, aki kutya tulajdonos, vagy ugye, az tudja, hogy egyébként, hogyha a kutyádra ránézel kint a téren, persze. Látszik rajta, hogy elkezdő is nézegetni jobbra-balra. Anyósom kutyája nem tud addig gittelni, amíg nézel. Tehát tudjuk. Igen, a szégyenérzet. Lelkük van a kicsiknek. Van lelkük, igen, de ez a közös dolog például, hogy vagy budairek, vagy befosok, ez szerintem szenzációs, és ez bárkinek beszélsz, erről is tudja, hogy ez milyen. Nem? Ez abszolút. De most lehet, hogy a kutya már csak azért, mert szocializálva van. Tehát és mondjuk a vaddisznó például nem néz körbe. Ő csak kiszolgálta. Ja, mert a kutya látta, hogy te körbenézel. Megtanulta, és ő is körbenéz. Ezredek folyamán. Még ez igaz, az őzek nem néznek körbe. Csak. Nem, ők mennek. Igen, és mennek. Igen. Hát, ha megúsztam. Igen, ez az érzés. Mondjuk az őzeket ritkában sétáltatja ember. Ez igaz. Te meg a vadisznókat is. Tehát ez lehet az oka. Igen, azért, hogy mondtam, hogy sétáltatja, csak póráz nélkül. Igen, kevesebbet vannak pórázon. Ja, Istenem, hát akkor eseménydús napotok volt tegnap tulajdonképpen. Nézzük az SMS-eket, ki mit ír. Tegnap megjött az ajándékcsomagom, köszönöm. Mikor jöttök Sopronba, kérdezi Eszter. Hát lassan mondanunk kéne az időpontokat. Mondhatjuk, szerintem elkezdhet ez így szállingózni. Május 2. hetéről van szó. Ez már egészen biztos, sőt, mi több május ugye 12-e, vagy 11-e. És az első állomásunk Sopron. Király! Tehát mi már vasárnap Sopronban vagyunk, ez mondjuk a hallgatókat még talán kevésbé érinti. Érdekelheti. Érdekelheti. Fogadóbizottság, ajándék, ez így az. Van. Hát, így van. És hétfőn nyitunk reggel Sopronban. Így van. Ez május 11-én. Kiadjuk a közismert jelszót, mindenhol jó, de legjobb Sopron. Ezt már el is áruljuk másnap, hogy mindenhol jó, de legjobb, mert hogy megyünk tovább, és innentől kezdve 11-től egészen péntekig megyünk majd. Olyannyira, hogy nagyon régen voltunk Budapesten. Én most is itt vagyok. Voltak különböző kitelepüléseink, repülőnap, stb. Voltunk, de olyan kitelepülés, ami a városban volt, olyan régen volt, most se lesz. Viszont, nem, pénteken Budapesten zárjuk a turnét, ugye? És közben pedig milyen állomásaink vannak? Kérlek szépen. Nem sorrendben. Mondhatjuk akár sorrendben is. Sorrendben Kecskemét, tehát Sopron után Kecskemét, Kecskemét után Baja. Nem voltunk még Baján. Nem voltunk egy darabot. Baja az nagyon jó. Utazunk egy finomat egy Sopron-Kecskeméttel. És utána megyünk pedig Bajára, és utána egy újabb helyszín, ahol megint nem voltunk, Sátoraljaújhely. Oda is mehetnénk, de nem oda megyünk. Inkább Salgótarjánba. Ráadásul. Mit szólsz hozzá? Bocsánat, elnézést a Sátoraljaújhelyektől, hogy itt elvettem tőlük a lehetőséget. Mi van? Ott mégsem. Hogy benyaltátok? Hihetetlen, hogy mindent elhisztek, amit mondok. Viszont Salgótarján felülöltött. Salgótarján, így van, már többször mondtuk. Salgótarjánba megyünk, hogy vannak új helyszíneink, kicsit úgy állítottuk most össze a turnéállomásokat, hogy ne a megszokottak legyenek. Kecskeméten 1000 éve nem voltunk, Sopron már 1000 éve, viszont a másik kettő új, mert hogy lehetett volna megint Miskolc, Debrecen, persze, mit tudom én, Székesfehérvár, de nagyon sokszor voltunk már ott. Így van. Ezért arra gondoltunk, hogy menjünk olyan helyekre is, ahol nem voltunk, és ebből 2 új, Baja és ugye Salgótarján. Én Sopronnak, Kecskemétnek, Bajának, Salgótarjánnak és Budapestnek kifejezetten örülök. Nagyon jó. Azért megyünk ide. Hogy te örülj. Jó helyek. Jó helyek. Nagyon jó helyek. Baján például egyáltalán nem voltunk még, és hát basszus. Fatészes halászlé. Szülőföldje, hazája. Aha, ez téged mennyiben érdekel? Semennyiben, a gyufatészta. Az majd reszeltetek rá sajtot. Ha lében a gyufatésztát megfőzik, azt se eszed meg? Hogy még egyszer? A lében. Nem, abban sem. A lében, viszont a házitészta. Aha. Gyerekekkel múltkor voltunk Szegeden, olyan rossz halászt levetettem, pedig mindenki arról áradozott, hogy na majd... Ezért megyünk most Baján. Most Baján megpróbálok egy jót tenni. Majd kérünk étteremtippeket, meg mindent bekérünk a hallgatóinktól, hogy hova menjünk, nem? De ezek hát ugye, ezek nem ilyen régi, már fele sem igaz legendák. Mert én, amikor ettem utoljára kb. 20 évvel ezelőtt, Baja környékén egy ilyen gyufatésztás halászlevet, én azt úgy éltem meg, mint egy katarzist. Szerintem az emlékek szépítik meg, amikor még ettél húst. Lehet. Nem? De hát a bajai halászlé az jó. Emlékszel, hogy hol letted? Akkor menjünk oda. Mit változott 20 éve? Hol lette volna? Ugyanaz az abrosztudva. Hol lette volna buszpályodban műanyag tányérba? Valószínűleg, és ívott hozzá egy sió almalevet, evett egy halászlevet, és mindezt egy talpon állóba a pályaudvarra. Én szeretek ülni. Volt az almalevet. Nem baj, ha nem ennék pályaudvarra halászlevet? Hát én leszeretnék ülni. És a rendes kanál elfogyott már, és azért kávés kanállal kellett lennem. Serclivel. Igen, serclivel, de nem azért, mert azt kértem, az volt. Igen, tehát hogy vannak kívánom az egyik, hogy szeretnék leülni a eszünk. Biztos nagyon jó helyen etted ezt a halászlevet. Biztos nagyon jó volt, hogy mentek ott a buszok át. Hogy zümmögött a dikromjűben melegítették. És aztán az a kókuszgolyó. Ja nem is, utasellátós kókuszrúdba. Kókuszrúd meg egy kapucinert szeret. Életem egyik legszebb napja volt. Igen. Úgyhogy na hát ezek a turné helyszínek, de feltesszük majd Facebookra, Instagramra. Úgyhogy reméljük, hogy sok mindenki vár majd minket, sok mindenkivel tudunk találkozni. Ahova nem megyünk tőlük, most megértést kérünk, hát minden évben van ez a miért nem oda. Most ezek a helyszínek, reméljük, hogy sokan lesznek, és jó idő lesz. Hogy állunk játékkal? 2-1 a javunkra. Úgyhogy most vagy egyenlít a nép, és akkor egy döntetlennel zárjuk a hetet, vagy visszük. Szerintem ez utóbbi tök szimpatikus lenne mindenki. El kell vinnünk, nem, nincs mese. Aki játszana, írjon nekünk SMS-t, jó, nyugodtan arcoskodjon, és jelezze játékba lépési szándékát, mi pedig azonnal belevágunk, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6:45 múlt, pontosan 6 perccel. Egy jó kis dal. Egy volt, így van. Na, Békésebb a Kétegyházi úton befelé, Sopron után trafi, ezt Geiszt küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Sopron, Békéscsaba, Sopron? Te kicsit rágyújultál erre a soproni kitelepülésre. Békéscsaba, Soproni után. Olvasom az SMS-eket, hogy hol menjünk Sopronba, és közben igen, nem ez volt. Békéscsaba a 2000 úton befelé Sorompó. Után van egy trafi, ez így jó, igen. Békéscsaba, Sopron az annyira nem illik össze. Budapest felé a Selkút előtt koccanásos baleset, lassítani kell, ez a 2-án van. Aztán abban elkerülőn baleset, 2 autó, egy az árokban, egy keresztbe az úton, rendőr irányít. Valamint Szigetvár felől érkezőket mérik Kaposvár előtt a 67-es úton, úgyhogy ott is figyelje mindenki. A hét utolsó játék a gyerekeket csütörtökön. Mégis vége a hétnek. Azért ez kellemes, nem? Hogy vége a hétnek már csütörtökön. Ezt tudjuk szeretni. Úgyhogy megnézzük ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, hello, Jocó! Így van, így van. Jocó, honnan hívtál minket? Ő Borsod megyéből. És ki van ott hátul? Így van. Ő a barátod? Kicsoda? Az a kecske? Ja, nem. Ő a kis kedvencem, a Kisbari nevelője. Kisbari? Így van. Kisbárány? Így van, Kisbárány neveli a... A kecske neveli a bárányt? Így van, így van, így van, így van. De jó fej, örökbefogadás volt? Vagy így van, nem örökbefogadás, ilyen béranya. De jó hang, és kint vagy valami szántóföldön, vagy mit csinálsz? Legelő. Na, nem, legelő. Legelőn vagy. Hányan vagytok? Sokan, nagyon sokan. Úgyhogy vagyunk. De ezt hogy ott tudod kell fejből, hogy hány állatot vittél ki reggel? Vagy csak azt mondtad, hogy hát sokan? Nem. Hát már tudom, hogy még hol járkál, még hiányzik, még nem. Tehát leülök, és akkor megvárom őket, hogy jól lakjanak, utána jövünk hazafele, átnézem az állományt, már szemre meg tudom mondani, hogy hiányzik-e valamik, hogy nem. Aha, meg az a lényeg, hogy hóvégén meglegyen, nem? Hogy hát, most közben 20-szal kevesebb hasznább majd. Hát hóvégén meglegyen, minden évben meg kell, hogy legyen. Plusz minusz 1-2 eltűnik itt közben, hát azon nincs baj. De ezek csak kecskék, akiket hajtasz, vagy amiket hajtasz? Nem, bárányok. És egy kecske. Egy kecske és a többi. Hát nem, van 5 kecske, 4 kis kecske. Úgyhogy... Oh, nagyon jó. Jó ez a hang, amit hallunk. Ja, csend van legalább. Aha, halljuk. Igen, jól szól, tényleg. Kivel szereti játszani? Mihalik Balázs. Na, játszunk. Jó. Okay. Játszunk. A hét utolsó játéka vagy 2-2, vagy 3-1. Ez lehet, ha végeredmény, ugye? Tehát vagy behúzzuk, vagy maximum döntetlen. Na, bum. Na, most nincs vesztenivaló. Mehetünk? Nem, engedem, de hogy is. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek! Kérdezzek? Kérdezni? Kérdezzél. Kérdezhetek? Kérdezz, persze. Hallottad te is azt a legendát, hogy? Micsodát? Hát azt a legendát. De milyen legendát? Mondd, fejtsd ki bővebben. Elvileg az albán kecskepásztorok, ha sokáig fent vannak a hegyen, akkor ott rettenetes dolgokat művelnek. Persze, hallottam. De te. És azt hallottad, hogy a magyar gulyások mit csinálnak kint a juhokkal? Onnan mennek ki egész évbe velük. De kár. Ó, hát pedig megérdemelted volna, hogy nyertél, mert nem sok mindent tettem hozzá, azt mondtad, hogy nem mennek ki a juhokkal. De talán nem is baj, ha nem hallgatjuk meg ennek a végét, hogy mit akartál mondani. Hát nem volt egy erős játék a részemről. Volt egy-két befejezetlen mondat, illetve kérdés. Szerintem tereltél. Aha. Direkt így akartad. Minden, persze, mindig. Megpróbálom összezavarni a játékost. Figyelj, hát az a baj, hogy igen, Jocókám, kimondtad a nemet. Igen. Most már az igen. Nem, hogy Hogy neve hallottad. Nem, igen, de, igen, most már nemet is az igent és minden. Igen, pedig megnyerhetted volna, mert rettenetesen mélyponton vagyok már, ami a játékot illeti, tehát hogy esélytelen voltam arra, hogy nyerjek. Még egy fél perc, és biztos, hogy kimondom, nem akarom fájdítani a szíved, de nem volt egy erős játék a részemről. Viszont hát így nincs ajándékcsomag, mert hogy kimondtad. Ma és a sztoridnak a végét se tudjuk meg. Azt soha nem tudjuk meg, hogy mit csinálnak a gulyások. Mit csinálnak, de igen. De talán jobb is, hogy ezt nem tudjuk meg. Egész nap alszik. Aha. Jól van. Köszi a játékot. Én köszönöm. Ciao. Hello. Ráadásul a gulyások a bárányokkal, amit csinálnak. Na hát ott meg aztán már én. Kérdezze valaki, hogy ki játszik Pásztor Maldonado? Hát lehet, igen. Jaj. 13-2. 13-2-re nyerjük a heteket? Igen. Csak hát följött ott tolni. Azért ez egy szép. Bár élek néhányan, kimondtam hamarabb. Visszahallgatod, Anna? Kérjük ki a sajom szemet. Nézzük meg. Vágd ki, hamisíts, tudod? Az volt, hogy ne. Az volt, hogy ne? Ha, ne. Most a ne azért, ugye? Persze. Azért. Hát a ne, az nem, nem. Az nem. Ha? A ne, az ne. Ne. A ne, az ne, az nem, nem. Az igen is, az ige, a főnév, az ige, az igen, hanem ige. Igen, ne. Feke. Igen. Mellé. Csak úgy kell beszélnünk, mint Páko egyébként, és megnyerünk minden játékot. Annyira nem tudunk elhűlni. Az a baj, annyira nem tudunk elhűlni. Na, jól van. Igen, azt mondják, hogy de te nem, ez volt a részemről. Anna visszahallgatja, és a bejátszó a hírek után. Jó, Anna bele fog őszülni, ha ezt megint visszahallgatsz. Kihúlik az összes foga, ha ezt a játékot újra meg kell hallgatni, igen. Jól van, 2 perc van pontosan 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, 8 óra után érkezik Gáborunk hozzánk, és válaszol a kérdésekre, úgyhogy már most lehet ezeket a kérdéseket szépen megfogalmazni magatokban. Elküldeni még nem kell, de megfogalmazni már meg lehet, és 8 óra után Gábor fél 9-ig csak is kizárólag a kérdésekre válaszol, hogy egy kicsit ezzel is segítsen mindenkinek. Rengeteg olyan hallgatónk van, aki talán nem tud bizonyos kérdésekre választ kapni, hát ha majd most Gábor segít. Sok témával készültünk, de most azt gondoltuk, hogy ne témázzunk, hanem inkább szolgálja ki a hallgatókat még jobban. Mr. Puliszka, úgyhogy érkezik jönni fog, és a maga a heberencs szókimondó feltüzelt módján szólja majd itt az igét. Igen, abszolút. A bomba robban, ahogy bejön a stúdióba, bomba robban. Elárasztja ilyen gondolatkartácsokkal ezt az egész helyiséget. Na, meghallgattad Anna a játékot? Ja, már meg is írtad nekem, hogy mi történt? Azt mondja, hogy Sólyomszem meghallgatta, a hanganyag a bejátszásban van, 14 másodperc. Ne gyilkoljuk magunkat azzal, hogy ezt még egyszer meghallgatjuk, nem? Vagy azért mutassuk meg, hogy nem mondtam ki? Én innék egy kávét, úgyhogy nekem ez pont jól fog jönni. Figyelj, én azért akarom talán még egyszer meghallgatni, mert el akarom dönteni, hogy valójában tényleg passzív voltam-e. Most úgy hallgatom vissza, mintha én egy játékos lennék. Aha, tehát passzívnak nem nevezném, olyan kis hebrencs inkább. Hát, aki így nem nagyon találja azt, amerre akar menni. Igen, de a passzív az nem jó szó. Nem, beszéltél. Hát beszélt, igen, csak ugye az a téma, amit felvetett, az annyira, hát hogy is mondjam, csak szóval nem egy hagyományos kis sztori volt, hogy a saját mocskos fantáziájának a hatása alá kerül. És azért elakadtam utána. És elakadt a szava. Igen, elakadtam utána. De akkor azt mondja, hogy nem mondtam ki. Nem volt, csak egy ne szó volt, ezt megállapítottuk, hogy azt lehet. Azt lehet. Tehát ige, főnév, ne, ezeket lehet mondani. Nem? Fekepál. Ez simán belefér. Tehát ezeket lehet mondani. Nem csak Károly. Ja nem, azt nem lehet, mert azt megbeszéltük, hogy nem igen, azt nem. De az, hogy nem már, azt igen. Azt lehet meg, hogy fehégyarmat. Fejégyarmat, azt is lehet mondani. Jó, de nem voltam passzív, mondjátok nyugodtan, megadom a játékosnak, tehát ne az legyen, hogyha mi azt gondoljuk, hogy játékos passzív, akkor azonnal elveszünk tőle, ha viszont mi vagyunk passzívak, akkor nem ítéljük meg saját magunknak. Most valljuk be őszintén, a pótmama Kecske volt a legaktívabb az egész játékban, tehát a játékos is és te is ugyanannyira voltatok passzívak, illetve aktívak, nézőpont kérdése. Nem volt különbség. Jó, nem volt akkor, nem volt különbség. Jól van. Oké, nézzük gyorsan az SMS-eket. Azt mondja, hogy 10-es úton Budapestről kifelé az óbudai temető után a NAV figyeli az autókat. Hoppá. Mit figyel a NAV-ra? Van-e rajta valami, amiért nem adtál számlát? Garázsvásár! Biztos azt nézi! Aha. Mi az autón? Hát, hogy viszed el a cuccot valami ízé rejtek garázsvásárra. Ja. Csornán, Bősárkány irányában Fehérszárból mérnek. Tamás küldte nekünk, Békés Csaba Kétegyházi úton befelé Soromba után van egy trafi, és tulajdonképpen ennyi. Jól lehet haladni, minden rendben van, és jó idő van. Gyerekek. Így van. Jó idő és van. Zengjen a dalunk pajtás, fákon újul a hajtás. Mi volt végig? Fényes, zseniálisak voltam. Mi van a szabad néppel? Ébreszt fel a szabad népet. Ébreszt fel a szabad népet. Hallgató érdeklődik, hogy mi van a sünnel. Olyan rég hallottunk már a sünről. Vagy nem kellett volna megkérdeznem? Ahogy látom, eladtátok. Mi? Megdöglött. Kinyírtad. Milyen sün ez? Volt az albinó sün a Beninek. Albinó sün Beninek. Hol van az már? Aha. Ja, igen, az Afrika előtt kapta, hogy fájdalomdíja legyen a gyerek egy pici, hogy 6 hétre nem látja az ő apukáját. Hát nem annyira jött be ez a sünizés. Tehát, hogy mindenkit lebeszélnék arról, hogy sünnie legyen. Gyerekek, ez a sünie, ez nappal meg sem mozdul. Aha. Kifejezetten felháborodott hangvételben közli veled, ha te nappal csesztetni akarod. Már pedig ilyenek ezek a gyerekek, éjszaka alszanak, nappal akarnak játszani, a kutyafáját, hát ilyenek. Éjszaka nem tudsz tőle aludni, mert állandóan botoszkál. Jön-megy, rohadt idegesítő, egyébként iszonyatosan büdös, rettenetesen büdös, és ha nem veszed minden nap legalább egy órát kézbe, akkor elvadul, harapni fog, és az egész ilyen megszomorodott kapcsolattá válik, úgyhogy hát... Tovább áltató injekció volt. Nem? De hülyék, nem mondjátok már be mindent. Nekem azt mondtad, hogy rátolodtál. És így benyaltak mindent, így néz. Úristen, tényleg. Mindent, bármit mondok elhisztek, dehogy is. Nem, odaadtuk egy ismerősnek, akinek van gyereke, és mondtam, hogy akkor rendben van, nagyon, kérdeztem, milyen, mondom, aranyos, ennyire lehet kenni. A vicces, hát mondom, a legaranyosabb állat. Elvigyük? Jaj, hát hogy ne vinnétek, persze. Nem, tudod, a gyerek olyan, hogy azért egy ideig nézi, azt megunja, hát nem nagyon csinál semmit, büdös, kézben embertett, szúr, úgyhogy nem volt egy túl jó választás. Arra 6 hétre. A 6 hét első hetéből az. Arra jó volt, mert legalább addig se aludtak. Izgalmas volt, de nem túlságosan izgalmas állat, úgyhogy ne vegyetek. Ne a Wikipedia szóciknek hanyadik mondat az, hogy éjszakai életmódot élő állat. Első. Szerintem úgy kezdődik. Nem, mert nekem a Bozzoli azt mondta, hogy barátságos, kedves, nem büdös, egy helyre kapja. A Bozzoli mindentől meg akar már szabadulni, amit már mondtál a barátnő. Használja az angol WC-t, odaül a vacsorához, amikor mi magáról beszélt. Zuhanyzik minden nap, fogatmos reggel, tehát mondtam, hogy ez egy európai sűn, jöjjön, ez nekem tetszik. Hát olyan reteg büdös az a sűn, hogy nagyon durva. Most lomtanítottam hétvégén a ketrecét, amikor ráhatároztam a garázsvásárt, most szabadultam meg a ketrecétől. Úgyhogy nem egy életvidám dolog ez. Tehát a világ legértelmetlenebb házi állatai listán, mondjuk az első 5-ben benne van. Igen, talán még egy fonyat hullámos papagáj tudnék előrébb sorolni, ami már elvadult, és mondjuk csíp, és nem tud kiengedni a ketrecből, vagy egy rohadt unalmas teknőst. Nagyjából ez. De még talán egy teknős is izgalmasabb, vagy jobban tud szeretni egy teknős, mint egy ilyen kis sünis. Igen, érdekes lenne, hogy ha tényleg ezek az állatok így egy napra meg tudnának szólalni, hogy ők szeretik-e azt, hogy ők háziasítva lettek, illetve hogy ott tartják őket mondjuk egy lakótelepi lakásban, érted, a 9-en panelbe, egy terráriumba, vagy akváriumba, vagy mit tudom én, egy ketrecbe. Tehát, hogy tényleg érdemes lenne őket megkérdezni, hogy jó ez nekik? De hogy ő mit gondol a Balázsról? Aha. Az a hülye minden nap abajgatott, hogy megszabadult tőle. Én nem is nagyon találkoztam vele, mert én... persze, kint voltunk. Tehát én 6 hétig ugye kint voltam, és mire visszajöttünk, addigra már nem süni, már nagyon ment volna. A hátsó drótkerítésben találtatok egy kirágott lukat, amin keresztül elmenekült. Meg egy táblát, hogy hát köszi. Igen. Úgyhogy nincsen más sűn. De miért te gondolkozol? Én, de nem is, én megmondtam, mert abszolút nem odáig, hogy van-e mit enni, meg inni. Nem, nálunk nincs, én megmondtam a gyerekeknek is. Majd, ha fölnőttetek, vettetek magatoknak kertes házat, életke, ott vehetsz kutyát, meg macskát. Én csak halott állatot hoztam. Így is van, vagy ha nem olyan, akkor majd én megcsinálom. Ne, figyelj, 4-en veleten egy lakásban szerintem nincs helye ilyeneknek. Én megértek mindenkit, aki kutyát, macskát, akármit tart, Na még macska azért, az, tehát ne legyünk túl szigorúak, azért egy macskán kevés a mozgás, így azért az lehet lakásban, nem? Vagy legyen az nálatok, lehet, sok szeretettel. Na azért, köszönöm szépen, én ugyanígy vagyok vele. Kutyában tudnék gondolkodni, de tudom a sorsomat, mert az lesz, hogy akkor apa, te úgyis fölkezd, reggel vidd le. Tehát nagyon szeretnénk 4-től fél 5-ig kutyát sétáltatni. És este még kutyát sétáltatni. Feri elmondott, szeretem az állatokat, főleg a konyhakészek. Így is van. De meg is csinálom konyhakészre, tehát nekem jöhet rendesen, és lábon is, a jószág, de aztán úgyis az lesz a sorsa. Nem való szerintem oda. És az megvan, hogy felvörösök, proletár, harcba vörös katonák, nem így volt. Csillagos katonák, nem tudom, nem vagy volt. Harcunk a győzelmi zárt. Várjál, az mindig meghallgat, és passzív módon is megtanulta. Tehát nem csak egyszer, nem úgy, hogy, mert persze az énekkorákon is tanulgatok ezeket azért bőszen, de a legtöbbet úgy tanultad meg, hogy annyit hallottad, hogy ez valami hihetetlen. Az összes iskolai ünnepségen is kellett. Az iskolai ünnepségek az így kezdődtek. Hát nem himnusz, vagy a végén volt a himnusz, de igen, közben biztos, hogy ilyet kellett énekelni. Azt mondja, a kopuncsán ráadtam beagra, mert azról azt szerintem nem szólna rá, akkor... És miért szólt mindig így? Tehát, hogy miért nem tudod soha jól szólni? Soha, sehol. Soha sehol nem szólt jól. A beakhangfal szólt, pedig az Unitra azért csinált jó cuccokat is. Csak hát ez egy tudod. És az soha. Csak nem valószínűleg a bevásárlásnál. Gyémántő az anya! Jó ott az afír is! Ez már a stúdiós mondta, de, hogy nehogy már, hogy már investáljunk. De a, bocsánat, de a hang is így szólt, tehát a beszédhang is, ott nem volt gyémántű, ott volt be a mikrofon, be a hangfal, be a erősítő. És megszólalt egy ilyen katonakórus. De mondom, minden ugyanúgy szólt. Irgalmatlan baritonokkal. Ez ismerős, ugye? Persze, ez az alázenénk ismerős áll. Az úttörő olyvilág arcára ki se fogyanóta. Hartábor tűz valahol, sok kis pajtás így dalol, fújjásni kora reggel óta. Csívek szállanak a nyári fák alatt, oly vidám az élet. Boldog dallama, így önti dalba, ma csula jó, gyönyörű az élet. Ja, ez már ez egy másik úttörőnek lenni jó. Bizony. Ez volt kitörölhetetlenül megmaradt. Gyűlölöd, de már de kitörölhetetlenül megmaradt az összes. Jó, de jó! Zöld az ének, szép az ének. Úttörőnek kedve mindig jó. Tehát összeset tudod? Persze. Én nódaszom voltam. Énekkaros. Doboltál, hogy énekeltél. Szám az ének, ének szó. Híris térben harmadmas, ha hullahó, sejhaj, 100 torokból száll az ének szó. Vadon, ne maradj le! Az öveden? Előre, előre, előre. Az volt, hogy előre. Összecsattintós, ez az átbújtatós övet volt? Az a klasszik. Én azt imádtam. Összecsattintós, persze, átbújtatós, és most nem értetted, hogy hogy fordítod úgy, begombolni, vagy összecsattintós, még értettem, amikor a kigombolás, vagy a széthúzásnál volt baj. Benének bele, hogy kell szétszedjem őket? Hogy tudom úgy forgatni, hogy szétszedjem azt a rohadmányos úttörővet? És az a legjobb, amikor így végignéztél a kis osztálytársaidon, vagy az ősben a társaidon, valaki fordítva volt az öv, tudod, lefelé nézett az ászló, csomorra volt kötve, csomóra volt kötve a nyakkendője, tudod, én kibogozhatatlanul, érted? Sípzsinór hátrafelé lógott le, tudod, felemázzokni, lakszandál, fekete lakszandál, az volt a legdurvább, fekete lakszandál, és a többiek. Jújna! Tudod, elfeküdt hajak, tudod. És mentél. És kék színű nyakkendőről, kis úttörő. Persze. Az utom, a jelfászó. Várj, ez nem mostani? Mikor? Ezt kellett, ezt is kellett. Nagyon régen, de kellett éneket, ezt ti még bőven énekeltétek. Mi nagyon. Hát erre vonultunk. A május 1-i felvonulásban az egyik kötelező darab volt. Bizonyám! Tartunk a nagy világhajba. Nagy munka vár ma reátok. Emlékeztek erre? Az. Hát ez szenzációs volt. Csillagos rohaton át, nagy munka vár ma reátok, állatni a palotát. Figyelj csak, ezek most már nem bűnt, nem régi tiltott jelképeket éneklünk. Hát. Figyelj, ez a fiatalságunk. A múltunk. Jaj, várjál. A vörös csepelt. Zúgjon a hangod. Atya úristen. Vörös csepel, hát nem mondd, hogy... Jaj, várjál. Ezt már hallottuk. Igen. Szóval nagyon-nagyon sok van egyébként. Hát nekem a Zambóri Partizánok dala volt az, ami... Szereted? Azt mind a mai napig. Meg is hallgatja ezt minket. Aha. Ez kicsit átdolgozás, nem? Ez volt az? Ez volt az? Nem, meghallgatnád még így nosztalgikus jelleggel? Persze, meg hát a bunkocska. Az mind olyan, amik leugrik, amikor nézem az Éden Hotelt. Ez ilyen halkan indul. Aha, de majd kibontakozik. Jönnek a távolból. Persze. Ezt énekórán kellett énekórán. Ezt énekeltétek énekórán kellett? Nátok volt énekóra? Volt, hát. Kinn a mezőn? Aha, igen. És így erősödik a végén, és ez meg a végén, amikor már így 1000 torokból szól, hogy vörös zászlót leütleti a szél, a csaták bíbor hajnalán! És hogy választották ki, hogy ki doboljon? Hát akinek volt valami zenéhallása, az annak a nyakába akasztották a dobot, aki nagy volt és elbírta, az megkapta a dobot. Mondjuk ez egy pergő volt, azért nem volt annyira nehéz. Jó, de kicsik voltunk még. Én mindig marhára ügyelt, nekem semmi ütemérzékem nem volt. Valami még próbát is tettek a nyakamba, akasztottak, és ezt mondod nekem, ezt próbáld meg. Hajnalá! Júj, de nagyon. És az amúri partizán... Ja, az. Mi volt a hajóvonták találkozása tilos? Az a, tudod, húzták a izét. Ez a hajóvontató. Igen, hajóvontatók dala. Igen, de az egy régebbi sztori. Az régebbi. Az sokkal régebbi. Hát micsoda kórus. Így van. Itt már törölgett a homlokát színekkel a jókkal. A tribünön a tévedben. És úgy vonult az énekkar. Emlékszel, úgy vonult az énekkar május 1-én, hogy rendesen a vigyázállást nyomták, vagy ezt az egyenjárást, és mindenki balra a tribün felé. És én arra emlékszem, hogy álltam, és nem értettem, hogy miért nem lehet már elindulni. Hogy miért nem mehetünk már? Mert előbb még a Vörös Október ruhagyár elfondult. És először még ugye valahova beálltál, tehát órákat kellett sorbálni, mire el tudtál egyáltalán indulni. És ott álltunk gyerekként, és igen, de gyerekként egyébként nagy élmény volt. Az gyerekként nagy élmény. Valahogy akkor így nem idegeskedted szét magad, hogy nem érsz oda meg, hogy mennyien vannak meg. Az egészet így tökre élvezted. Mit hallgatnák, mondok még meg? Tessék, mondjatok valamit. Bunkocska! Énekelted énekorán? Nagyapánkról edal, unokákra marad, ez a szerszám. Fú, hogy azért ezt azért eminensek voltatok. Jó, csinom, Jankot is el tudom. Én tudom, a második szólamát is. Énekeljük el két szólamban. Érted, mit? A bunkocskát. Ne, várj, inkább elindítom. Sose hal. Nem már, ez mi? Puszti dobai. És miért sincsen? Nem, ez már boroshajos. Nem tudom, de honnan ismered? Mi az, hogy honnan is? Ezt mindenki ismeri. És aztán bekanyarodj. Gondolom, hogy mi lehetett. Ez mondom, arról szól, ez a szorít 60-as, 70-es évek, amikor nem volt kaja, érted? Azt mondták, hogy építsed az új világot, az nem érdekes. milyen nyelven volt. Ez a hogy hívják, az a bukocska volt, de... Igen. Simádi József. Évekig próbáltam megfejteni, hogy mi az a nyikoromban. Most komolyan. Nyikoromban? Hát siheder? Nyikoromban, persze. Hát a sihedert értettem, hogy nyikoromban nem. Mondom, basszus, nem tudnak egy nyelvű dalt írni. Mi az, hogy nyikoromban? Érdekigó. De miért kellett ezt, értem nyilván, hogy miért, hogy nekünk ezt még énekorán, tehát én ebből feleltem. Bizony. Tehát igen. Felállsz. Valami szép kerekjegy lett belőle. Max 2-es. Micsoda, mert mindenki ötöse énekel. Eleve fagyircses, görcsös ága, de drága. Így van. Segíts, tudod, a keserves életlen nélkülözés, és mindenki dagadt volt az ének. Tudod, ilyen triplatokkal. Hát igen, szóval, hogy ezeket kell, de azért mutatjuk, mert ezt már egy generáció nem ismeri, egyáltalán nem biztos, hogy baj. De hogy, sőt, ugye abszolút, de hogy nyilván gyerekként azért ezeket a dolgokat megélni teljesen máshogy fogtad föl, sőt, mint sokszor egyébként valahogy még így... Még egy ilyen közösségépítő. Közösségépítő jelleggel, vagy építő jelleggel az akadályversenyek, a cserkésztáborok. Én azokat imádtam, és tökre hiányolom most. Amit nincsenek szerintem már. Dehogy nem, ott van a Fighters Run. Jó, csak ott hál' Istennek nem kell hallgatni ilyeneket. De Ferites írhat, és te voltál tisztitkár is. Így van, azt nem volt. Kisznak se. De oda akkor már nem engedtek be, mert tudod, ja. Útörőnél még igen. És azért 2 hetes nyári tábor volt, gyerekek, mindenkinek. Lehetett menni. Sose voltam 2 hétig. Mi 2 hétig mentünk? 2 hétig mentél? De akartál volna, csak hazatültek. Hát én most azért örülök nagyon Salgótarjánnak, mert mi oda jártunk úttörő táborba. Bizony Salgótarján mellé. Ott volt az úttörő táborod? Bizony. Igen? Bizonyám, nagy katonai sátrakban laktunk, aztán később ez a 8 személyes ilyen 2 hálófülkés, rendes vaságy volt, rendes, ahogy hívják, a matraccal, tábortűz, kapuőrzés éjszaka, minden. Én imádtam. Nem az úttörőt magát, meg nem ezt a rendszert, hanem az, hogy tényleg mehettünk, 2 hetes tábor volt. Miért kellett őrizni a kapukat? Hát, hogy benne jöjjön az ellenség. Színesfél ügytök. Benne jöjjön az ellenség. Az Internacionálé hogy került oda? Azt nem értem. Ugyan tudom, hogy munkásmozgalmi dal, de hát azért ez mégiscsak nyugatról jött, nem? Hát... Arra emlékeztek? Azt is kellett tudnod. Hát engem is nyugatról jött, hogyha az égtájakat nézzük. Hát mondjuk igaz. Igen. Azt nem tudom, hogy ez hogy került oda, de tudom, hogy ezekben a táborokban mindig volt zászlófelvonal, zászló leengedés. Igen. És egy csomóan elvesztették a szüzességüket. Na jó van. Oké, erről beszéltünk, elkezdünk nosztalgiázni, de nem ez lesz majd a témánk. 8 óra után jön a mi Gáborunk, úgyhogy küldhetitek most már szépen lassan a kérdéseket, jó? Írják közben a hallgatók, igen, hogy gyerekek, május 1-ére, ezt nem április 4-e vagy november 7-e, ilyen május 1-e, innen indultunk, a dalokból indultunk egyébként. Persze. A régi dalokból, és aztán így jutottunk is ezekhez a dalokhoz. Egyébként Vöröscsepel volt már, kérdezi valaki. Úristen, nem tudok dolgozni, folyamatosan éneklem ezeket a dalokat. Beatrice-től lehetne lejátszani szintén, mert ők is énekeltek. Így van, gyerekkorunk legszebb dalai az albumnak a címe. És nagyon jó. Igen. És itt ilyen dalokat énekelnek. Ilyen dalokat is énekelnek. És a mikorosztályunkból mindenki azt írja, hogy énekli. Hogy mennek a kocsiban, és szól a dal, és énekli. Automatikusan beugrik. Ferivel voltam Zánkán úttörő vezetőképző táborban. Már ott is ennyire... Hoppácska! Már ott is ennyire kezdte a nótákat. Az érdekes, mert én egyszer voltam a Békéscsabai Ifjúság és úttörő zenekarra a Zánkán 1 hétig, és úttörőképzőben nem voltam. Úttörő vezetőképzőt nem voltál, persze, mentél már ilyen vezetőképzőre, ott is már mentél. Még egyszer mondom, nekünk a Zánka az elérhetetlen volt a Balaton. Ott is ennyire kente a nótákat. Mondom még egyszer, hogy voltam Zánkán 1 hétig a Békéscsabai Ifjúság és úttörő zenekarra. Mi zenekari táborban voltunk. Zenekari táborban, hogy te kis szitkárnak képezted már akkor magad. Zenekari táborban volt, és átszöktél a vezetőképző táborba. Egy kicsit éjszaka átmentél. Pihenő van, hát a zenekarnak 3 óra, én már succantam is át. Feri érdekében rekesszük be ezt a témát, mert az is kiderül a végén, 3/3-as van. Szerintem leborlassuk a múltat. Még a Zúga-Volgát akarják nagyon, a hallgatóink. Na, ezt mondtam, a Zúga-Volga. A hajóvontatók dal. Attól tényleg besülünk. Gyerekek, a könnyeim kijöttek, hallgatom a kocsiban ezeket a dalokat, gyönyörű. Most már gyönyörű mondhatni. Igen. De az Uga-Volga az nem egy automárkáról szól. Amik ez kemény, az SMS írja, azt írja, gyerekek, 24 éves vagyok, de ezeket szoktam hallgatni a 9-en. Ott mondjuk szerethetnek. Aha, kedvelhetnek. Ott a szomszédok nagyon szerethetnek. Na jól van, Noven bácsival, Beru nénivel is játszunk. Ha valaki elvinne tőlünk egy ajándékcsomagot, akkor nyugodtan jelentkezzen játékra. Jó? Kitalálhatjátok, hogy mit énekel Oven bácsi, Beru néni. Plusz van egy VTCC játékunk is, olyannyira, hogy ma valaki nyer egy dupla belépőt, és ugyanaz lesz csapattag, vagy adjunk egy dupla belépőt, és legyen valaki Zengő csapattag mától, vagy holnaptól. Külön? Külön. Igen, ő úgy is bejut, tehát neki nem kell a belépő, igaz mondjuk, hogy egyedül mehet, de nagyobb élményt kap. És akkor még 2 embert elküldünk. Nézze meg a futamot, egy meg belülről. Szerintem külön legyen. Így jobb. Minél több embert menjen. Így van, valaki a Zengő team csapat tagja lehet. Csapatruhában, ott lehet a futamon, és onnan nézheti a futamot, onnan Zengő Zoli. Találkozhat Norbival, megnézheti az autóját, ott lehet a boxban. Ahol egyébként állófogadása, egy csomó minden, ez nagy dolog, nem kis dolog, így van. Úgyhogy jön nem sokára a kérdés, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk. Azt mondja, hogy valaki már most elküldt egy VTCC, még ne küldjétek, nem kell, nem volt kérdés. De lesz majd, és ugye több nyertest is sorsolunk. Egyrészt valaki mehet a futamra, másodmagával. 2-en legalábbis, ugye, és valaki pedig ugye ott lesz a Zengő teamben, csapatruhában. Csapattagként tulajdonképpen, majdnem teljes értékű csapattagként, de hát a szerelésben nem is kell beleszólnia, végignézheti a futamot Zengő Zoliék. Ennek kifejezetten örülnek egyébként, ha nem szól bele a szerelésbe. Igen, lehet. És eleinte nagyon udvariasan fogják kérni, majd hogy nyugodtan üljön ott, kávézgasson, nézze őket távolról, és még egyszer mondjuk, Léci, ne nyúljál ehhez. Jó? De most már tényleg, most már ülje vissza helyedre. Igen. Szóval, hogy hát érdekes lesz, nyilván sokan szeretnétek menni, de nem kell még semmit küldeni, csak akkor, ha jön a kérdés. Pásztor közelében, Tarján irányában a két sávon mérnek a fiúk, ezt Norvi küldte nekünk, mindenki vigyázzon. Aztán a 4-esen az újszászi elágazásnál már szabad az út, csak a sérült kisterautó van az árokban, ezt Süsű küldte nekünk. Engem csak úgy érdekel az engős csapattagság, a zuhanyozhatók Zengő Zoli zuhanyzójában, különben nem sokat ér. András, hát András, ezt a helyszínen ott lebeszéled, tehát hogy fogod, lebeszéled, megkérdezed, és ha belemegy, ugye Zoli mindig zuhanyzik a futam előtt. Így van. Tiszta legyen, ápolt legyen, úgyhogy ezt meg tudod vele beszélni. Szerintem Zoli odaadja a zuhany kabinját, neki egy ilyen lakóbusza, vagy egy lakókocsia van, 2 éve voltunk itt a VTCC futamon, és akkor ott voltam a Zengőboxban, ott egy kis, hát ahol ők így visszavonulnak egy kicsit futam előtt. Meditálni, rákészülni, Zoli ott zuhanyzik. Így van. De van egy szabatéri nyitott zuhanyzója is egyébként, egy fekete olajos hordó, amit alaposan kimostak, fel van egy ilyen kis fém állványra szerelve, és akkor ott kínál a napon, és körbe van, hogy hívják a lobás, és ott akkor szerintem egyébként talán egy közösbe is belemenne a Zoli. Na, hát azt nem hiszem, hogy közzuhanyzásba belemenne, azért az jó arc a Zoli, de azt nem gondolom. Időszűkében, igen, de mindenképpen megkérdezett tőle. Ha te nyersz, akkor ki tudsz majd menni. Jó, azt mondja, hogy Az állófogadás olyan, hogy valaki fogad velem, én meg állom a fogadást, kérdezi Isti apu. Nem, az állófogadás ennél sokkal jobb, látni fogod majd, ha tenyersz, hogy milyen. Gyerekek, Zsül jobb lábujját odaadnám azért, hogy kint legyek a Zengő teamben. Jó. Na, lehet. Van még belőle, az talán még megvan. Zuhanyozhatok is az Zengővel, kérdezitek többen, gyerekek, nem adjuk az Zolit. Na, egy érdekes dolgot akarok nektek elmesélni, csak hogy mennyire sokan mondják, hogy ebben az országban ugye nincs munka, meg nehéz dolgozni, nem tudom, én állandóan szívok ezekkel az iparos munkákkal. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de biztos ti is átéltétek már azt, hogy fölhívsz valakit, mert kellene egy kis segítség, és egyszerűen azt érzed, hogy tehát bajban vagy, és szinte kicsit neked kell rábeszélned arra, hogy jöjjön már ki, végezze már el a munkát. Hosszú ideig keresek egy olyan asztalost, aki ki tud jönni, és meg tudja nézni, hogy kint az erkélyen mit lehet csinálni egy bizonyos... Nem a hagóni borítással, semmi baj, mondd ki nyugodtan. Nem, sem a hagóni borítással. Ilyen fehéredik az ében fa. Nem. Ne jó nektek bármilyen szolidáros. Van egy faterasz lerakva. Aha. Egy sima faterasz, kilépsz, nem műanyagból van, hanem fából van. És ezt a fateraszt szeretném egy kicsit rendbehozni, megragazgatni, lekenni bizonyos olajjal, de ezt fel kell csiszolni, egy csomó mindent kell vele csinálni, lusta vagyok, nem értek hozzá, keresek egy embert, aki megcsinálja. Jön a szaki, ismerős mondta. Megkérdezi, mit kell csinálni, és mondja neki, fateraszt. Ismerős mondta, tuti az ember, hívja föl. Jó az ember, halló! Fölvesz, mondom, jó napot kívánok. Én nem mutatkozom be soha, hogy ne legyen az, hogy egyből tudod csilingel a számláló, hogy dollárjelek mutat. Látja magát, ahogy koktélt iszik valahol. Négyszeres árat mondom. Mondja, megvan a nyaralás. Igen, ezért elfeleltem, mondom, lenne itt egy kis probléma. Milyen jellegű a munka? Kérdezi ő. Hát mondom, ez egy faterasz, és szeretnénk egy kis segítséget kérni, mert elég macerás, ezt le kell kenni egy bizonyos olajjal, meg kell tisztítani. Oh. Így, nem kell azt megtisztítani. Hát mondom, én ezt hallottam, hogy ez egy speciális, egy gőzborotával ezen először végig kell menni, és meg kell csinálni. Fog egy kefét, tiszta lesz az. Na jó, már érted, hogy mondod, hogy de nem hát én. Mondom, nem, ebben a helyzetben ez nem igaz, mondom, mert elég nagy. Mondom, a dolog, mondom, én azt hallottam, hogy ez ilyen gőzborotvában végig kell rajta menni, és mielőtt az ember lakkozza, ezt le kell tisztítani. Sima dörzsi szivacsal azt meg lehet csinálni, mondom. Jó, hát akkor mondom, menjünk tovább, kérdezi. Mekkora a terasz? Mondom, nem egy nagy terasz, mondom, kilépő, meg ott a kertben, mit tudom, nem tudom megmondani, 10 négyzetméter. Arra, ha még 9 lenne. A hülyéje, 10-ért fölhív engem. Mondom, fúj, tehát. Mondom, kicsi, nagy, mondom, nehezen vállalják az ilyen típusú munkát, mert mondom, ezt nem nagyon szeretik. Mit kéne még csinálni? Mondom, van ennek a fának egy bizonyos olaja, mondom, ez egy spéciolaj, én nem tudom, hogy hol kell megvenni, mondom, de nekem elmondták, és én szeretném rendbe tartani a házat, hogy ezt annak a bizonyos fának, az annak a bizonyos olajával lehet lekenni. Nem kell oda spéciolaj, faolaj. Mondom, jó, lenolajkence is. Jó, az mindenre. Bár, bemegy bármelyik üzletbe, kap ilyen olajat. Mondom, itt picit... Bemegy. Ledörzsöli. Lesöpri. Lekeféli. Bemegy bármilyen üzletbe. Bemegy, és azt mondja, faolaj. Mondom, jó, uram, mondom, önnek kéne nekem elmagyarázni, de mondom, akkor elmondom, hogy arról van szó, hogy mondom, egy bizonyos olaj kell erre a fára, tudod, a vérnyomásom már 160 volt, mondom, nem tudom, hol lehet ezt az olajat. Meg tudja venni. Menjen be, kérdezze meg, faolaj. Jó, mondom, uram, jól érzem én akkor, hogy nem biztos, hogy el tud jönni? Mikor lenne jó? Mondom, most. Nekünk bármikor. Akár hétvégén is jöhetnek. Hétvégén Balatonon vagyunk. Mondom, uram, abszolút nem akarom a hétvégét elrontani. Mondom, nekem jó a jövő hét is. Merre lakik? Mondom, itt felcsillant a dolog. Mondom, hát a Törökbálint környéke. Nem arra megyünk, Balatonra. Hát merre mész egyébként? Az M3-asod? Beletrafált, mert mondom, hogy itt megy az M7-es, mondom, itt nem. Mi nem ott járunk, mi a régi hetesen járunk. Na, az meg... Mondom, uram, mi? Nem teljesen Törökbálinton lakom, mondom, a hetes itt megy át rajtunk, mondom, nincs szerencséje. Igen, ne vegye személyeskedést, talán nem is ide tartozik a kérdés, de szeret maga dolgozni? Mondom, uram, jól érzem, ilyen 10 perce beszélgetünk lakról, körömkeféről, mindennek. Vagy félretárcsáztam, és ez a különleges tudakozó. Jól érzem, én mondjuk ki, hogy ne akarja ezt a munkát megcsinálni. Hát, hogy nagyon sok dolgunk van, nem igazán csinálunk ilyen munkát. Nem vállalja el. Mondom, uram, 10 perce beszélgetünk itt, nekem nem baj, én örülök, hogy kiszedtem önből, hogy egyébként nem vállal ilyen munkát. Én nagyon örülök, hogy 10 perc után kimondattam önnel egyébként, hogy nem fog soha a büdös életbe eljönni, és ezt a nyambat teraszt lekezelni. Nem egy akkora dolog, megcsinálnám, ha értenék hozzá. De mondom, miért kellett erre 10 percet várni? Hogy mondom, ki mondja egyébként, hogy nem vállalja. Hát, ha lett volna idő, akkor megcsinálnánk, de nagyon be vagyunk táblázva. Elnézést, szólt a feleségem, mennem kell. És ez volt a vége. És mondom, uram, csokoltatom. Igen, ez is zseniál. Nem akartam zavarni a feleségem. Szólt a feleségem, most mennem kell. És ez így. Mindenféle túlzás nélkül. Ha azt mondtad volna neki, hogy egy ház tetejének a famunkáját kell most megcsinálni, tehát hogy tető alá kell a gerendázat, biztos akkor azonnal vállalja, mert ez nem nagy pénz. Nagy pénz. Én ezt tudom. De valóban így vagy, hogy bármi, ami kisjavítás, ez nincs emberekülön. Nem, ez tisztességes pénz, csak nagyon melós. Tehát, hogy itt szerintem ez egy ilyen nagyon babra. Babra munka, fel kell csiszolni. Egyébként egy nap alatt meg vagy gőzborotvával, hogy mész, felcsiszolod, és a saját olajával lekered, csak nem tudsz rá nagy összeget mondani. Nekem ezt egyébként elmondták. És azt mondja neki, hogy 10 000 forint, és 10 000 forint őt egy nap alatt tudja megkeresni, mert ez egy napos meló, és 10 000 forint neki nem éri meg, plusz vissza kell jönni, még egyszer lekenni. Illetve megcsinálja rövidebb idő alatt is, de hát akkor olyan is lesz ugye a munkaminősége, hogy ne fogalmazok egy picit durvában nálunk. 2 óra alatt rakták le azt a laminált padlót, amire egy másik parkettás, akinek megtartottam a telefonszámát, az előzőnek összetéptem, és soha senkinek nem fogom ajánlani. Szóval azt mondták, azok a parkettások, akiknek megtartottam a számát, hogy az előzőek munkáját ők nem 2 óra alatt, hanem egy nap alatt szokták elvégezni, mert ahhoz a munkához egy nap kell. Nálunk 2 óra alatt összecsapták, és a pénzt ugyanúgy felmarta érte. Értem, aztán egy naposra se jönnek ki. Persze, de nem is ez a lényeg, hanem hogy egyszerűen nem jönnek ki. Nem jön ki. Tehát felméri telefonban, hogy neki megérje. És ő már a sokadik volt egyébként, akit ajánlottak előtte, cégeket hívtam, teljesen hülyének néztek. Mondták, hogy uram, ne haragudjon, hát nem, hát ilyet nem vállalunk. Mondom, nincs ebben az országban egy ember, aki ezt megcsinálja. Már láttam magam egy kis bőrtangában ott. Nagyon csinálja. Hát nem feltétel, de ha ragaszkodsz hozzá, hát legyen. Tudod, ha csiszoljuk rendesen. Így van. Tehát, hogyha nekiállunk melózni, akkor az csak és kizárólag bőrtangában. Szóval, hogy van ez? És itt kicsit mindenki mondja, hogy nincs munka, meg ja Istenem, meg nem, közben pedig nem találsz embert egy ilyenre. És kifizetném, ha elmondja, hogy mennyit kér. Koszt, kvárté, ott aludhatna. Tehát minden meg van engedve. Na jó, az ott alvás, az nem. De hogy igazából tér, és egyszer nem jönnek ki. De semmire nem tesz, hogy valahol a ház sarkáról lejön a vakolat, fölhívod a mestert, ide jön mester, kicsit izébe, átfesti, részben meg lehet érteni, tehát hogyha mondjuk van mellett egy benzinköltség, és mondjuk 2 kerülettel arrébről jön, de ezért, de akkor igen. Jani, nem lehet megérteni, akkor mondja azt, hogy uram, kijövök ennyire, rászámolok ennyire, akkor nekem ez ennyit ér. Tehát, hogy én nem értem meg, hogy nem hülyít, ha nem hülyít, és megmondja ezt rögtön pacekba, hogy mondják, uram, ez egy kis meló, nekem nem éri meg, ha kifizeti a kiszállás, benzinköltség, bármi, ezért én nem jövök ki, de egyébként ennyiért kijövök. Tehát, ha ő azt mondta volna, hogy figyelj, most nem szoktunk ilyet csinálni, de plusz ennyire megcsinálja, egyébként nem egy túl hálás meló, nem is fizet sokat, én még plusz mennyit elkerül, akkor azt mondom, hogy jó, kifizetem. Hogy még mindig romlatlan a lelked, és úgy tárgyalsz, úgy beszélsz ezekkel az emberekkel telefonon, hogy bízol benne, hogy 4 órát beszélsz vele, hogy fél órát adott esetben, és a végén elvállalja. Nem, már az elején meg kell kérdezni, hogy igen, ez a probléma, én meg tudom csinálni. És azt mondja, hogy igen, hát, hogyha itt egy kicsit meghúz, és ezt beszélsz, és akkor ebből, és akkor kicsit arra vigyázz, hogy ne legyen gumipapucs legyen rajta, vagy gumicsizma, és ne nyúljon bele, mert ha rád, de tudod, milyen kiábrándító, 10 perc után úgy teszed le, hogy végül is odajutott az elején. Te kiszeded belőle, hogy ő nem vállalja? Mondom, uram, jól érzem, hogy kiszedtem önből, hogy ezt most ön nem akarja meg. Mondhatta volna az elején. Nincs harag, csak mondom, 10 perce agitálom, hogy jöjjön már. Nézd a Sebestyénről, kicsit körülményesen, de igen. Elmondtam, hogy hol lakom, az asszony már neki ad almáspitét sütni, mert tudjuk, hogy az a kedvencem, mert utána kerestünk egy kicsit, már levágtunk egy fél malacot, jöjjön már ki, csinálja már meg. Hogy ez elképesztő. Amit én nem akarnék csinálni, soha az építőiparban dolgozni. De tényleg. Figyelj, ezért van az, hogy megbolondulsz. Más sör alá téteket gyűjt, meg szalvettákat, meg nem tudom én régiségeket. Én például szakemberek telefonszámait gyűjtöm. Tehát, hogy nekem megvan a parkettásom, megvan a villanyszerelőm, megvan a festőm, és megvan a kőművesem. És csak velük csináltatok mindent. Nem marad más gyerekek, mint a melegvízóra leolvasom. Tehát, hogy egyszerűen elő kell kerítenem, és most meg kell mondani, hogy vállal-e ilyet. És ha vállal, két olvasás között felnyaljon. Két olvasás között, így akkor van. Megcsinálja nekem egy bőrtangában. Nő is bőrtangában, én is bőrtangában. Ha valaki az esetleg az előzmény sztorit nem hallotta volna, akkor csak jelzem, hogy Balázs picit furán tagolt, tehát nem meleg víz. Óra leolvasa, hanem meleg vízóra leolvasa. Meleg vízóra leolvasa, hát én róla sokat meséltem, mivel az előző lakhelyünkön volt, meleg vízóra leolvasó. Egyértelmű a dolog, amikor megfogott a vállam, és azt mondta, hogy sokat locsoltál. Meséltem. Azt nem mondtad egyébként, hogy hátul volt, vagy elő? Hátul volt, aha. Tehát, hogy hátulról fogtam, felállod vagy előről. Na, gyerekek, mindegy. Ja, hát mint a 300-ban, amikor Szerszész oda megy Leonidas mögé. És megfogja a vállát, igen. Na mindegy, nem, csak el akartam mesélni, annyira bosszantó egyébként tényleg, hogy az ember nem talál valakit, nem? Aki ezt normálisan meg tudja csinálni, sőt, mint kicsit még vitatkozik veled, hogy hülye vagy egyébként, mert nem kell azt úgy megcsinálni, hogy te gondolod. Majd utána az, hogy mennem kell, mert szól az asszony. Na mindegy, játszunk egy jó kis Oven bácsi Berunénit, jó? Itt van a játékosunk, és rögtön belehallgatunk, hogy mit hallgat, néz. Ma reggel Oven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Oven bácsi és Berunéni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Gyuri vagyok. Hello Gyuri, honnan hívtál minket, Gyuri? Új Kígyósról. Istenem, wow. A szülőfalum, a legcsodálatos. Ott laksz? Ott bizony. Nagyon jó. Szevasz Gyurikám, már most ismerem meg a hangodat. Gondolom. 30 éve nem emlékszem. Nem emlékszel a felére? Már nem emlékszem. Hát nem igazán egy korosztályok vagyunk, de hát úgy nagyjából ismerem. Idősebb vagy, mint én? Nem, fiatalabb, én 35 vagyok, úgyhogy... Ó, hát 35. Akkor még meg se vertelek általán. Hát nem. Mondjuk senkit nem vertem meg, de ez most mindegy. Téged vertem. Így. Mindig, már harmadszorra jelentkeztél, a matekóra harmadszorra jelentkeztél, akkor már nagyon... Akkor csak köpőcsöveztek. Igen, akkor már nagyon kaptál, amikor már a 8. elemózsiás zsák tűnt el. Én vittem, na, figyelj, Gyuri. Gyuri, te mivel foglalkozol? Hát én áruterítőként dolgozom, itt a megyét járom. Járod a megyét. Jól van, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Berunéni, jó? Figyelj! Szerintem. Igen, hát valami kis kávézóban vannak, bevásárolnak, igen. Na figyelj, jön egy rövid részlet, ez fogalmam nincs, hogy mi. Ja, de megvan. Sorozat lesz, jó? Figyelj! Jó. Rövid lesz. Oké. Így, de itt van a nyelvem is. Ne hozz rám szégyent! Várja, mert tudom pedig. A Szex és New York? Szex és New York, így van. Szex és New York. Új Kígyósi, érted? Ehhez az. Ennyi. Szex és New York. Aha. Új Kígyósi. Soha egyrészt nem láttam. Én sem. Ezt akartam kérdezni, hogy ez jó egyébként? Én egyrészt nem néztem meg belőle. Én sem néztem, őszintén megmondom, csak valahogy a zenét mindig megkezdődés, már kapcsoltam is. Na azért valaki néz, tehát a családban, ha tudod azért, Gyuri, igen. Tehát, hogy valakinek kellett néznie. Hát, igen. Valaki jó. Lehet. Gyuri, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Küldjük neked, nem volt túl nehéz, igazából. Annyira tényleg nem. És nem is vetünk ki belőle semmit, úgyhogy egy komplett teljes kis Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomagot kapsz. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, hogy hívtál minket. Vigyázz magadra. Ciao. Hello, Kígyós. Hello. 7:48 Gáborral jövünk a hírek utána. Valakinek kérdése van Gáborhoz, már most küldheti nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, jó, ez a méztufa, Csaba írta nekünk, igen, hát ez, a méztufa az nagyon jó, egy jó Inexis dal a méztufa, nagyon jó kis dal. Mozaik utcában most ment össze a szemem látára, két autódugó lesz, Vikó küldte nekünk, az M7-esen a 132-es kilométernél mindkét irányban mérnek a fánkzabálók, ezt Eszter küldte, egy nőt szájából, ez mindig nagyon klassz. Mirom egy nő, egy kicsit ilyen egyébként. Trágár? Hát nem is az, hogy trágár, de úgy kicsit úgy bevállalósabb, én azt szeretem. Megyeri híd budai felhajtója után koccanásos baleset, csak egy sáv szabad. türelmet kér mindenkitől. Tilla, 132-es kilométernél dupla szuper trafival dolgoznak a fiúk az M7-esen, ezt Gyuri bácsi küldte el nekünk, és Pásztor közelében, Tarján irányában a kétsávoson mérnek a fiúk, ezt pedig Norbi küldte nekünk. Na. Jönnek a kérdések már Gáborhoz. Már reggel óta. Reggel óta. Már tegnap is kezdték küldeni, nagyon rendesen a kis hallgatók, ma meg nagyon lelkesek, de hát azt hiszem, hogy elsőként mesélnünk kell arról a csodálatos reggeliről, amit tegnap kaptunk, az egészség maga. Hát figyelj. Ebéd is volt, az már nem csak reggeli. Amit ti kaptatok, amit tőlem kaptatok? Azt. Persze, hát addigra sikerült elrágni. Igen, olyan lett. Na, megérkezett hozzánk Gábor, úgyhogy vele folytatjuk már is. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot és segít dönteni. Az ember, aki érted küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe Balázssal. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Rég találkoztunk. Igen, igen. Nagyon-nagyon régen. Jól néztek ki. Ó, köszönjük, hát de még te hogy nézel? Elmaradt a múlt hét, mert hogy ház átadáson voltunk, ugye átadtuk a táti házat, úgyhogy nem tudtál jönni. Ezért toltunk téged egy hetet. Hát nyilván megértem, hogy nem mindig az egészség a legfontosabb, de azért visszatérünk a témához. Igen, az úgy beesett hirtelen, hogy készlet, gyorsan át is kellett adni, mert utána egy-két ember ott már elutazott, úgyhogy ezért volt a kis programváltozás. Mi újság? Jól vagy? Köszönöm kérdésedet. Igen, folynak az előadások, működnek az intézmények. Sok az érdeklődő, és sok a kérdés valóban. Sok a kérdés. Hát aztán már megszokhatod, hogy sok a kérdés. Igen, igen, ennek örülök. Addig jó, még van kérdés. Igen. Hol voltál most legutóbb? Győrben voltam. Egy 100-120 ember jött el. Ugye szexi voltál, mint mindig? Hát, zakóban voltam. Egy kis zakóban, ja, az nagyon, zakóban, az nagyon jó. És, jó, de amikor becsukták a szemüket, akkor biztos, hogy nem zakóban láttak maguk előtt. Hát ugye ezen az előadáson, amit Balázssal szerveztünk korábban, és ami folyik, ez a roadshow jellegű, ugye ott van két nagy poszter, ahol hát az én fotóm látható, aminek nem annyira örülök, mert akkor még egy olyan hajviseletem volt, amit azóta már te is megbántál. Egy írókész frizura? Igen, mert fodrászt váltottam, a fodrászom kiment Ausztráliába, és oda már nem tudtam utána menni, és beültem a fodrászatba, és elmondtam a hölgynek, mit szeretnék, és azt mondta, hogy majd ő megmutatja, hogy én mit szeretnék. Aha, hogy majd mi a divat, mi a menő, mi? Megmutatja neked a 2000-es éveket. Igen, és elkezdett olyan helyekről vágni, ahonnan én nem kértem. És kérdeztem, mit csinál, azt mondta, mindjárt meglátom. És a végén kerestem a hajamat a fejemen, és mondta, hogy ez most nem lett olyan jó. És ezt így meg is mondta? Igen, de azért nem lett olyan jó, mert elsőre mindig egy picit nehezebb. Mert csak beugrott a sógornője helyet. Mert meg kell ismerni azt a fejemet, mondta, hogy meg kell nőni ennek a hajnak, és legközelebb, ha jövök, akkor már egész jó lesz. Csak ugye a probléma az, hogy másnap volt a fotózás, és ez a fotó lett ugye az egész interneten, úgyhogy készrőhely. Nem baj, hát ez van. És mi volt az első kérdés Győrben? Hol van Balázs? Én nem voltam hivatalod, nem voltam meghirdetve, nem, igen, megint én jövök ki rosszul a dolog, hogy Balázs, aki nem ment el az előadásra, nem volt, rólam nem volt szó, hogy leszek, meg az első kérdés az volt, hogy mi a véleményem a kókuszsírról például. Hát ilyen kérdések hangoznak el. Meg a margarinról, meg a vajról, vaj vagy margarin, vaj vagy kókuszsír, ugye ez az első kérdés. Vagy okozhat-e problémákat, ha nem a szájba jut? Igen. Egyébként bőre is kenhető a kókuszsír, mint tudjuk, a jó minőségű. Jani pont erre gondolt. Megnyikorognak az ajtók, nem Jani? Természetesen. Ugyan? Érted? Zsanéro. Hát azokat is be kell zsírozni egy picit. Na, jöhetnek a kérdések? Igen, halljuk. Jó, most ugye azt beszéltük, hogy egy ilyen kérdés-válasz negyed órát tartunk gyorsan, aztán persze végén elmondod, hogy mit reggeliztél, tehát azért azt nem, amellett azért nem megyünk el természetesen. 8 éves lányom súlyos, legmagasabb szintű haltej, mogyoró allergiában szenved, bármilyen ötleted van a táplálkozását illetően. Hát gondolom kerülje ezeket nyilván, nem? Igen, illetve itt a bérrendszerben Hát nyilván a legelső lépés az, hogy amikor tudjuk, hogy mire érzékeny, allergiás valaki, akkor azt nyilván elimináljuk, tehát kiiktatjuk. Viszont megnézzük, hogy milyen belső problémából adódhat. Vélhetően itt egy idézőjelbe teszem lyukasbél szindróma lehet, ami azt jelenti, hogy a bélrendszer, vékony bél főleg, a vékony bél végső része átereszt bizonyos anyagokat, amik nem teljesen bontódtak még le. Magyarul egy bélflóra helyreállító kúra, egy olyan, most így fogalmazom, probiotikus kúra, egy kb. 2 hónapos probiotikus kúra és egy megszorító diéta ajánlott, ami inkább sárgarépát, krumplit, rizst tartalmaz. A glutén is szóba kerül, ugye, a szója is szóba kerül, paradicsomot, savanyú káposztát nem biztos, hogy ennék a hisztamin felszabadulás miatt, stb. Hát ez nem tűnik akkor még olyan egyszerűnek. Igen, azért így ebben kezdem a tanácsadást, aztán majd folytatom nyilván, de itt most nem akarom húzni az időt, mert sok a kérdés. Igen, Gábor, a kérdésem a következő lenne, mi a határ mellett lakunk, gyakran járunk át Ausztriába vásárolni, mert az árak nem magasabbak, viszont a minőség sokkal jobb. Rengeteg árul rá van írva nagybetűkkel, hogy géntechnológia mentes. Itthon ilyet még nem láttam. Nálunk ennyi génkezelt áru van, vagy csak nem kötelező feltüntetni? Jó, illetve hogy lehet az, hogy ugyanaz a márka kint teljesen más állagú, jobb ízű? Hát erről mi már sokat beszéltünk, sőt tesztet is csináltunk, aztán valami megbukott, valami átment. Igen, ezt mi is sokat próbáltuk kideríteni, hogy ez így van. Nem kötelező ráírni az élelmiszer csomagolására, címkéjére, hogy az nem génmódosított, csak azt, hogyha igen. Ez a furcsa. Na most, akinek van esze, azt gondolom, az a cég, az nem hagyja bizonytalanságban a fogyasztót, hanem ráírja, hogy az övé biztos, hogy nem. Főleg, hogyha netán szója készítményt is tartalmaz, vagy kukoricát, vagy olyan élelmiszert, ami esetleg génpiszkát lehet csúnya szóval. Magyarországon ugye, hát a törvény ugye úgy szól, hogyha 0,9% felett van egy olyan anyag az élelmiszerben, amiben genetikailag módosított összetevő van, akkor jelölni kell, meg kell csillagozni, oda kell írni, de nem. Nem jellemző Magyarországon, tehát azt gondolom, hogy nincs tele Magyarország génmanipulált, nem tudom, szójafehérjével, esetleg 0,6-0,8%-ban hozzáadják, és nem kell jelölni, ez egy kis manipulációs technika, de javaslom az osztrák megoldást, hogy tüntesse föl mindenki. Írják rá, és ez egyébként egy pozitív imást tükröz. Nem tudom a páromat meggyőzni, hogy az ezüst és az arany kollóid fogyasztás egyenesen baromság. Beszéljetek róla pár szót, Attila. Erről már beszéltünk, hallgassa vissza a régi adást, ugye? 2-3-mal ezelőtt beszéltünk az ezüst kollóidról. Az a kérdés, hogy miért mondja ezt a kedves hallgató. Állandó használattal esetleg elmondhat, hogy halmozódhat, de ez egy régtől fogva használatos technológia, és engedélyezett termékek vannak forgalomban, ez nem egy underground dolog, de ne várjuk azt az ezüst kollóidtól, hogy mindenre jó. A baktériumok egyes enzimjeit, gombák egyes enzimjeit blokkolja, kúraszerűen, kifejezetten megelőző hatású lehet, tehát lehet velem is vitatkozni. Nem mondanám azt, hogy baromság egyáltalán, hanem azt, hogy kúraszerűen okosan használjuk, de ott a grapefruit magcsepp, ott a szőlőmagolaj, ott vannak azok a speciális egyéb fertőtlenítők, ott a medvehagyma most ugye újabban, ami kifejezetten jó bélfertőtlenítő és immunerősítő. És hát a pálinka. Valahogy mindig visszajutunk az ősi magyar italokhoz. Egy jó hírem van, ez az előbbi témához, a GMO-hoz most kaptam a szakhatóságtól az információt, már készítik neked a GMO-free jelölést. Nem neked, mindenkinek. Wow. Úgyhogy lesz rajta Magyarországon is, jó? Jó. Ez nagyszerű. Nagy divat, hogy kezd langyos citromos vízzel a napot, mert ez méregtelenít és segít a fogyásban. Van ennek valamilyen tudományos alapja? Igen, a citrom úgynevezett aromás gyümölcs, ami azt jelenti, hogy az enyhe, keserű ízű anyagok képesek az éjszakai, egészen mélyzöld hólyag epét, ami ugye az epe hólyagunkban besűrűsödik éjszaka, azt kiválasztani és kiüríteni. A narancs és a grapefruit lé is ilyen reggel, ezért aki ilyennel kezd, az azt várhatja, hogy tisztul az epe, tisztul a máj, tehát nem a szalonnás kolbászos tojásrántotta fogja az epénket kitisztítani főszabályként, hanem a citromlé, narancslé, grapefruitlé reggel, ez a szakmai háttere. Mellesleg a gyümölcs savak enyhén megcsavarják a gyomrot, ami nem baj, ez nem okoz hasmenést, hanem megindítja az anyagcserét reggel. Tehát ez jó, mindenképpen. Abszolút jó. Gábortól szeretném kérdezni, mi a véleménye a biovajakról. Sokan azt mondják, hogy becsapás, csak pénzlehúzás, ne kenjük a gyerek kenyerére, nem ér semmit. Igaz, ez vagy nyugodt lélekkel használhatjuk? Barbie kérdezi. Látnom kérne a csomagolást, hogyha van rajta EU logó jelölés, tehát ez a bizonyos zöld színű, ami azt garantálja, hogy ezt látta mondjuk a Biocontrol Hungária Kft. Tehát, hogy ellenőrző hatóság látta, szakhatóság látta, akkor ez jó. Ez azt jelenti, hogy az az állat, amelytől a vaj, a tejzsír, a tejszín származott, az egészen más legelőn volt, egészen más takarmányt fogyasztott. Arra vigyázzunk, hogy a bio kifejezést sokszor használják, de nem mindig indokoltan. De mi akkor is ráírhatja, nem indokolt? Nem büntetik igen, meg? Hát igazándiból nincs még meg teljesen a szabályozás, de... hát a bármire ráírhatom, ilyen, hogy bio. Nem írhatom rá, de mondjuk egy fantázia névbe belerakják ezt a mozaik szót, tehát van egy csomó ilyen csibészség, ami miatt a fogyasztóba azt a látszatot keltik, hogy ez bio. Mindig keressük rajta a logót, az Európai Uniós logót, ez egy zöld színű, csillagokkal körbeszőtt zászló, ezt minden bioterméken egyébként láthatjuk is. Ha nincs rajta, akkor ne higgyünk a szemünknek. Mi a vélemény a gíről, a tisztított vajról? Akik szeretik a keleti kultúrát, vagy a keletiesebb étrendet, azok nagyon sűrűn használnak ilyesmit. Igen, mert a hő hatására a vajból ezek az illékony komponensek, esetleg azok a zavaró anyagok, amelyek ilyen illékonyak, azok eltávoznak, és egy viszonylag könnyebben emészthető, egészségesebb vaj lesz. Tehát ez egyébként javasolják, hogy aki vajat vesz, az egy picit így meg is tisztíthatja otthon. Egy tehát a hagyományos bolti vajnál jobban ajánlott. Igen, azt gondolom, hogy jobb. Jobb, mert az illékony komponensek egy része az lehet egy olyan vegyi anyag, ami nem biztos, hogy előnyös, hogy az állat zsírjába halmozódhatnak azért különböző vegyszerek. Azt mondja, hogy súlyos reflux, mit lehet tenni? Orvosi kérdés, azért azt hozzáteszem, hogy ugye én nem vagyok orvos. Lugosított típusú diéta, tehát a párolt zöldségek, a puffasztokat ugye itt nem ajánljuk, párolt zöldség, a gyümölcsfogyasztást óvatosan, illetve meg kell hámozni az almát, zapkása, köleskása hasznos ilyenkor, tehát egészen szétfőzzük, ezek bevonják a nyelőcsövet, lenmagot megdarált vagy lenmagpehely formájában tesszük a zapkásába, és a puffasztott ételek, puffasztott rizs, köles, puffasztott köles, ezek ajánlása hasznos ebéd után. Arra vigyázunk, hogy a túl sok tehéntej ma már, meg általában a tehéntej nem igazán lett jó refluxra, bár régen mondták, hogy ha van gyomorsavad, akkor igyál tejet. Most már ugye tudjuk, hogy a tehéntej rátermelheti a gyomorsavat, úgyhogy igazándiból a krumpli diéta, a rizs diéta, nagyon sok teljes örlésű vagy olajos mag itt nem annyira ajánlott a fehérjék, illetve a rostok miatt, tehát egy kímélő diéta. És a krumpli lé. Megfőzünk krumplit bővízben, leszűrjük, a krumpli leve egy napig körülbelül eláll. Ezt a krumpli levet lehet evés után egy 30-40 perccel kortyolgatni. Ez nem hangzik túl jól. Nem hangzik túl jól, de hát akinek ilyen problémája van... Ez finom? Nem annyira. Üvegben még nem sózzuk túl a krumplit, mert akkor az problémát okoz. Meg lehet szokni. Meg lehet szokni. Ez még a teszádból is, ha még te mondod, akkor az extra kemény lehet. A góbi sivatogot is meg lehet szokni. Igen. Gábor, barna vagy világos sört igyak? Igen, ez nem hallgatói kérdés, ezt én kérdezem hétvégére. Jönnek át a barátaim. Van egy barna sör alkoholmentes formában. Ha van, akkor a barna sört jobban ajánlom. De igazából mind a kétféle sörben vannak vitaminok, abszolút vannak. Most már egyébként vannak ezek az ízesített sörök is. Nem mondom, hogy minden szempontból jók, mert itt-ott tele vannak cukorral. Meg hát ugye a szénsav hatás, a reflux kérdésben fölmerül. De ugye tényes való, hogy a sörgyártásban fölhalmozódnak vitaminok. Én az alkoholmentes söröket jobban ajánlom. Aztán guminő. Igen. Aztán műcigi. Igen. Azt olvasom egy amerikai oldalon, hogy a sok vitamin fogyasztás hosszú távon rákot okoz. Ha én minden nap megeszem egy multivitamint, ezzel növelhetem a rák esélyét? Kérdezi egy hallgató. Az érdekes cikk lehetett. Kettős a kérdés. A daganatos sejtek is képesek a vitaminokat fölvenni, sőt beszippantani a cukrot, az inzulint is használják, úgyhogy nehogy valaki azt higgye, hogy ha mondjuk ráksejt a szervezetben létrejön, és ő elkezd vitaminokat fogyasztani, akkor ez csak az egészséges sejt fogja hasznosítani, a ráksejt is nőni fog tőle. Ugye ez egy komplexebb kérdés, tehát a vitaminok, az ételek, amiket eszünk, azok növelhetik a ráksejteket is, de nem gondolom, hogy a vitaminok adása az növelné a rákbetegség kockázatát, kivéve bizonyos vitaminok megadózisa, például, ugye ha valaki mondjuk az A-vitaminból, a béta-karotinból mondjuk extra mennyiséget fogyasztanak, akkor ott lehet, hogy egy prostata probléma létrejön. Nem vagyok híve a vitamin megadózisoknak, ha csak nem, úgynevezett lökésterápia jelleggel. Kúraszerűen próbálja ki valaki, hogyha lökésterápia szerűen vitamin túladagolást hajt végre, akkor ez egy kedélyjavító, ez egy egészséges dolog lesz, csak nem biztos, hogy hosszú távon ezt javasolnám, hanem egy ilyen télvégi, tavaszi vitamin kúrával, ez jó dolog, abszolút. Nyilván megnézzük a vitaminokban az adalékokat, a stabilizátorokat, egyebeket. Tehát ezek inkább védő hatásúak, és a természetesebb vitaminok, tehát mondjuk az acerola cseresznyéből származó C-vitamin, a sárga répallé, a céklalé, a vegyes zöldséglé, a paradicsomlé, ezekben található likopin, színanyagok, ezek sokkal többet segítenek. Vagy ha valaki aszkorbinsavas fogyaszt, akkor facsar egy fél citromot vízbe, beletesz egy késhegynyi aszkorbinsavat, ez lehet egy fél vagy egy gram, és így jobban fog felszívódni a citromlével együtt. Igaz az, hogy a nyírfacukrot a test egy idő után ugyanúgy kezeli, mint a sima cukrot? Mivel édesítsek? Szerintem ha ez nem. Most elindult a nyírfacukornak egy lejárató kampánya tulajdonképpen. Ennek az okát vagy ismerjük, vagy sejtjük, vagy nem. Meg hogy ugye az állatok is meghalnak tőle, meg egyebek. Ennek van igazság alapja, de a nyírfacukrot a szervezet képes használni, emészteni, illetve van némi glikémiás indexe is, de azért arról nincs szó, hogy ugyanúgy hasznosulna, mint a cukor, egészen más az energiatartalma, ugye fele cukorénak, egészen más a glikémiás indexe. Az eritritól a stevia, tehát vannak az olyan fejlesztések, amelyeknek nincsen hashajtó hatása, úgyhogy nem félek annyira nyírfacukortól, de lehet, hogy lesznek újabb és jobb fejlesztések is. Azt mondja, hogy a sörben kevés vitamin van, ezért kell nagyon sokat inni. Írja valaki. Igen. Miért nem csodálkozom ezeken a hozzászólásokon? És az se véletlen, értem, hogy a sörös lekesz például az 24-es, mert az pont jó adventi naptárnak. Bizony. Érted? És ha erre még nem gondoltam. És ha megfordítod, lehet rá saktáblát is rakjuk. Vagy 28-as. Csak nincsen felszáhozott, csak melyik legyen meg. Jobbra a második. Jó lesz. Igen, azt a magyaróvaj, jó nem jó, valaki nagyon sokat teszik belőle, árthat. Ez az amerikai típusú magyaróvaj? Hát ugye Amerikában a kerítés is magyaróvajból van. A földi magyaró egyrészt egy hüvelyes, másrészt nehezen emészthető, lehetnek benne tripszin, gátlók, egyebek, tehát még gátolják, zavarják az emésztésünket. A földi magyaróból készült magyarókrémekkel vigyázzunk óvatosan, mert emésztési zavarokat okozhatnak. Nem egy, nem két ember allergiás, vagy néma allergiás a magyaróra, nem biztos, hogy kell. Tartanék szünetet ezek terén, illetve házi diókrém, szívesen hoznék majd nektek kesúdióból, vagy rendes dióból, török magyaróból krémet. Ne habozzál, ha hozni akarsz bármit is. Abszolút. Habozhatsz is, de nyugodtan. Persze. Ma is jó volt, amit hoztál. Magyarókrémet is annyit hozzal, amennyit akarsz. Igen. Aloe vera valóban helyreállítja a bélflórát? Sokan, sok cég így reklámozza, hogy bélflóra helyreállító. Hát sokat segít, igen, vannak benne prebiotikus anyagok, tehát vigyázzunk, hogy a bélflórát kétféleképpen lehet segíteni. Az egyik az élőflóra, probiotikus élő teljesabb baktérium, bifidobakterium, a másik pedig a prebiotikum, tehát olyan élelmiszer, ami táplálja a bent lévő kolóniákat. Na most az aloe verával én úgy tudom, hogy élő flórát nem viszünk be, viszont prebiotikumot, tehát olyan hatóanyagot, ami segíti a működést, azt igen. Az aloe készítményeket időnként én is használom, és igen hasznosnak tartom. Tehát erre is jó. Abszolút, igen. Aztán nézzük még, hogy milyen kérdések vannak. Lenmag. Ehető? Jó? Kérdezi, igen, valaki, kell-e szünetet tartani? Egészben befúródik a bélfalba, használjuk, nem muszáj állandóan, mert ott van az utifű, makéj, ott van az almarost, a zabrost és egyebek, tehát nem muszáj állandóan lenmagot fogyasztani, ugye a fitoösztrogén kérdését azért fölmerül, illetve most már vannak olyan készítmények, amelyek csíráztatott lenmagból, vagy lenmag csírából származó őrlemények, ezek magasabb omega-3 tartalmúak. Mivel célszerű C-vitamint együtt szedni? K-vitamin, D-vitamin, kell-e figyelni a vitaminok együttszedésére? Riseli ő kérdezi, vagy csak egyszerűen elég néha C, néha D, néha K? Vagy valamiben jól szívódik, vagy jobban szívódik fel? A vitaminok között van, ami egymás segíti, szinergencia, van, ami egymás gátolja, antagonista. C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin. Lehet kapni egyébként forgalomban olyan vitaminokat, ahol együtt van C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin és szelén például. A szelén kiegészítésre borzasztóan figyelnék, és a B6 és a magnéziumra is. Tehát nem mindig a C-vitamin körül forogjunk, hanem vegyük figyelembe, hogy számos más antioxidáns van, ugye ott a mangán, ott az inzulin mechanizmus befolyásoló króm, és sokan leblokkolnak a C-vitamin kérdést, meg újabban a D-vitaminnál. Ezek króm az jó? Napi? Hogyne, igen? Hogyne. Gyalogathatom az 1-2-es ladalökárítóját. Mindenképpen, csak előtte polírozd fel alaposan. Te hülye vagyok, tényleg. Ezt mindig elfelejted. Egyébként ma már elég sok kiegészítő van, ahol külön-külön szelén, krómot, cinket adhatsz, vagy vásárolhatsz. A lényeg, hogy azért ezeket is inkább komplex formában. Én most nem fogom tudni elmondani mit mivel, mert elég komplex a biokémia, de vannak antagonisták, tehát ugye például a vas C-vitamin, ez egymás segíti, de van, ami gátolja ezeket. Hát jó, szerintem azért ez így elég sűrű, van még gyorsan 1-2 kérdés. Azt mondja, hogy várjál, nézem, fehérje porok, ki lehet-e váltani vele egy étkezést, mikor érdemes fogyasztani? Sokan kérdezik ezt. Ha valaki szálkásító programot végez, akkor ki tudja váltani, eléggé laktatnak. Egy pici rostot tennék hozzá, ugye korábban beszéltünk akár a barna lisfehérjéről, de van sárga borsó, fehérje, kendermagfehérje forgalomban, tehát többféle fantasztikusak ezek, tehát nem mindig a telssavú, nem mindig a tojás, vagy éppen a húsfehérje. A lényeg, hogy én javasolom, hogy egy-egy étkezést ki lehet váltani turmixokkal, vagy zöldséggel, vagy gyümölcssel turmixoljuk a fehérjeport, és ilyenkor egy laktató, mondhatnám, egy önálló étkezés áll elő. Arra figyeljünk, hogy aki nem sportol, ott a fehérje túladagolás lehet probléma, tehát az edzettség, tehát a futás, kocogás, edzés, és azok után az ilyen típusú anyagok adása az hasznos, és sokkal jobb, mint ha valaki egy szendvicset, egy hamburgert, vagy valami sűrűbbit, egyebeket elfogyaszt. Tehát a szalonnás kolbászos ételek helyette sokkal szerencsésebb. Oké, egyelőre ennyit, szerintem a legtöbb kérdést azt feltettük. Jó, rengeteg jött egyébként, nyilván lehet, hogy néhány kimarad. Folytatjuk még, csinálunk ilyet, amikor csak kérdésekre válaszolsz. Mi volt a reggelid? Puffasztó tamarántal, most egy picit lájtosabb. Te se vagy a régi, komolyan mondom. Kicsit kutakodnom kellett a fiókomban, már rég fogyasztottam, de még éppen határon belül volt, és volt otthon egy pici kis sejemfűméz. Nem már! Te rock'n'roll állok, te! És gesztenyelliszttel, egy kis kókusztejjel, almával, banánnal. Hangulatosnak éreztem ezt most reggel. Hangulatosnak! De mit csináltál a gesztenyeliszttel? Tehát az hogy jött oda? Kevertél? Persze, hát ugye a puffasztó tamaránt azért mondjuk kérdezhetné valaki, hogy akkor mikor jön maga a reggel is. A puffasztó tamaránt ugye az elég könnyen emészthető, de egy fantasztikus jó aminosabb összetételű. A gesztenyeliszt pedig segítette, hogy ez egy laktatóbb dolog legyen. Igen. Na jó van. Oké, Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Folytatjuk. Én köszönöm. Jó? Rendben. Köszönjük szépen, 8:30 múlt. Pontosan 6 perccel. Jövünk Ákos hírei után. Pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Budajosi úton kifelé a Naphegy utcánál hófehér kangúból mérnek, méghozzá 60-as tábla van, vagy a 60-as sebességet, úgyhogy mindenki vigyázzon, ezt Mazsi küldte nekünk, aztán azt nézem, hogy mi az, ami még esetleg friss lehet, és most küldtétek nekünk. M7-es főváros felé a 132-esnél sebességmérés, 2-3 lábú. Ez Papa Maci üzente nekünk. Trafi az M3 105-ös kilométerénél Nyíregyháza felé üzente Tipcsi, M0-ás Megyeri híd M3-as felé budai oldalon baleset, éppen helyszínelnek, amennyire láttam útzárban áll, a Szentendrei is kifelé, ezt Zoló küldte nekünk. Hortobányon a Madár Kórház előtt, mint mindig. Most is mérnek egyébként, és az M6-os autópálya Szent László hídi lehajtójánál Budapest felé két utazó Budapest táblával. Gondolom ők stoppolnak, nem? Azt szeretnék, hogy valaki fel. Vagy loptak egy táblát. Vagy loptak egy Budapest Budapest táblát. Na, játszunk egy jó kis játékot, mondani akartál még valamit? Még csak azt akartam mondani, hogy egyik kedves hallgatón kérdezi, hogy Gábor ezt csípőből nyomja, vagy ezek előre kidolgozott kérdések. Az a nagy helyzet, hogy a Balázs gyakorlatilag felolvasta a most frissen beérkezett kérdéseket az SMS falunkról, és Gábor pedig séróból válaszolt rá. Nagyon nagy tudású ember, egyébként tényleg érdemes rá odafigyelni. Azért ez egy nagyon komoly dolog, amikor valaki csak így pacekból feltett kérdésekre ilyen szakértelemmel és ilyen részletességgel tud válaszolni. Mondjuk, nem tudom, figyeltétek-e, nem volt olyan probléma, amire ne tudta volna ajánlani a Kölest. Ő a Kölesbáró. Mr. Puliszka a Kölesbáró. Ez az új neve, a Kölesbáró, így van. Na, játszunk, mert hogy itt is van már is a játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Hello, Ákos! Kecskemétről mit csinálsz ott Kecskeméten? Bor értékesítés a fő területem, illetve hirdetésszervezés. Aha. Hirdetésszervezés, bor értékesítés. Ez... Hát meghirdeti az eladandó borokat. Nyilván. Ennyi. Nem? Össze is állt. Mivel kitelepülni fogunk Kecskeméten. Megyünk hozzátok. Mikor jöttök? Azt mondja, hogy 11-én kezdődik a Sopronban, 12-én Kecskemét, aztán Baja, Salgótarján és Budapest. Így van, Kecskeméten vagyunk 12-én. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nehezek. Nehezek. Most nehezek egy picit. Jó, akkor lássuk. Szereted a nehéz kérdéseket? Szeretem, igen, azok általában jobban mennek, mint a könnyűek. Tényleg? Igen. Na, meglátjuk, hogy megy. Jó, itt szól az első kérdés nyakba akasztóért. Melyik animációs sorozat egyik hőse Stan Marsh? Ez a... Héten akartam mondani. Mondd lassan. South Park, igen, beugrattam végre. Utolsó utáni pillanat volt. Ez az első, igen. Ez az első kérdés volt, vagy most fordítva kezdte el olvasni a Bali? Ez volt az első. Aha. Igen. Menjünk tovább? Igen, menjünk. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Hány olimpián versenyzett eddig pályafutása során Cseh László? Számolom, nézem, kutatom, keresem. Nézzük csak. Jó, hát ennyi időnk nincs. Már én is itt elaludtam, azért nem is nyomtam a gombot közben. Három lett volna a jó válasz, így van. Hát ezt gyorsan végig kell. Egy biztos, ugye, hogy most volt, gyors az ember. Hát 3 vagy 4 ezer. 4 éve még biztos volt, tehát az már eleve 2, és akkor kell gondolni 3 vagy 4, aztán mondani kell valamit, tehát ennyi időnk nincs. Igen, tehát Aténban kezdett. Így van, aztán Peking, London, pontosan így van, és mindegyikről hozott olimpiai érmet, de hát picit kicsúsztál az időből. Igen, azért számolgatni kellett, igen, de tényleg nehéz volt, hát kevés volt már most nekem az idő. Na és akar tudni, mi lett volna a harmadik kérdés, mert aztán gyilkos lett volna. Ákos, köszi a játékot! Jó, köszönöm szépen én is! Köszi, ciao. Oké, sziasztok! Hello! Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Hát igen, ma oda csapták kicsit. Hát, de nem baj ez. Nem, szerintem egyáltalán nem. Kell ez néha. Néha általában a hétfői kérdésről az ilyen picit könnyebb, ilyen hétindító. De aztán hát aztán hallod. Milyen a VTCC kérdés? Nehéz? Senki nem fogja tudni. Mi megyünk ki. Megyünk? Aha, te ülsz a Box utcában, mi Janival a lelátón. Hát ugye azért nem baj, ha nem tudják, mert hogy azért van annyi időnk, hogy általában ilyenkor hangzik el a kérdés, aztán egy óra múlva hívjuk egy választ, most az alapján én beköttetem az internetet oda, ahol esetleg nem tudják a kérdést. Tehát, hogy azért, hát ha találsz szakember. Ez az is igaz, hogy én szakemberekkel kicsit hadilában állok. Tehát egy óra alatt tényleg felhívod egy ismerősödet, hogy nézze meg a neten, ha valaki internet közel van. Tehát nincs olyan kérdés, amire egy óra alatt nem lehet válaszolni. Ugye hétvégén túrautó világbajnokság futam van Magyarországon, a Hungaroringen, Mihalik Norbert indul. Most pont olvastam vele egy cikket, hogy szeretne nem csak hogy dobogós lenni, de hogy szeretné az első futamgyőzelmét behúzni idén. Volt már egy ilyen, ugye az is egy futamgyőzelem volt, és tombolt a lelátó, mindenki örjön. Azért én meghallgatnék egy ilyen verbális ütközetet a Gábor és a Norbi között. Hogy összevesznek, összekapnak valamint? Tehát amikor a Gábor és a Mihalik Norbi veszekszik például, és nagyon-nagyon durva dolgokat csapnak, vágnak egymás fejéhez. Emelkedett hangon, mind a kettő üvölt. Igen. Nagyon káromkodnak. Ott aztán izzan a levegő. Igen. Na, szóval, hogy mindjárt mondjuk a kérdést, jó? Mindenki figyeljen, és ha valaki szeretne ott lenni a futamon, akkor is erre az bizonyos kérdésre válaszoljon. Illetve, ha valaki menne a Zengő teambe kiegészítő csapattagként, csapatruhában, akkor ők is figyeljenek, mert hogy egy kérdés lesz, és a jó megoldás közül sorsoljuk mindkét embert. Azt is, aki futamra megy, a barátjával, barátnőjével, ismerősével, és azt is, aki csapattag lesz. Egyedül megy, taxi megy érted egyébként, tehát még a közlekedésre se kell figyelned, elmennek érted, kivisznek, megvan az egyenruha, vagy formaruha, csapatruha, és akkor megnézheted belülről a futamot, menő. És van a dupla jegyhez, van relikviánk? Van. Ugye ma is van. Szerintem jár. Jó, király. Igen. Na, úgyhogy jön nem sokára a kérdés, figyelje mindenki, 5 perc van pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a hidegfront gyorsan átment rajtunk igazából. Szép idő van, süt a nap, kicsit hűvösebb az idő, de egészen jó. Azt hittem, hogy itt most 3-4 napig Armageddon lesz, és 10 fok, és szakadó eső, de nem. Ezt ígérték. Igen, de... Még tegnap reggel is, ne felejtsétek el, vagy tegnap előtt még ezért az időjárás jelentésben, hogy most hétvégéig, esetleg vasárnap már lehet valamit csinálni. Rohamosan javul. Azért ez nem rossz. Nem rossz, szerintem felélegezhetnek a kinti virsliárusok, meg a vattacukor árusok és meg egyebek. Abszolút, a kinti virsliárusok szerintem nagyon. Tehát ők nagyon nagy számban vannak a kinti virsliárusok, szerintem a virsliárusok kifejezetten annyi virsliárus van a város kint, mint a New Yorkban lennék. Május 1-e nincsen vízsliárus nélkül. Az nem május 1-e. Mustár, kenyér, vízsli. Mustár, kenyér, ketchup, vízsli, sör. Így van egyébként. Ketchup, hát nem volt. Urizálás. És nem is ketchup, hanem ketchup. Ketchup. Az meg a másik. Ketchup. Így van. Na, mert hogy holnap ugye május 1-e, péntek, munkaszüneti nap. És hát gyerekek, ünnepeljük a munkát. Igen. A szünetét, ugye tök érdekes. Igen, hogy szünettel ünnepeljük. Barom az, aki meg akarja ünnepelni a munkát. Hát, hogy van, azért annak lehet örülni, nem? Néha. De miért, mivel ünnepeljük egy következő 5 éves tervvel? Nem tudom, a munkát magát ünnepelni, hát persze ki jó, hogy az ember dolgozik, meg nyilván sokan szeretik a munkájukat, de sokan nem szeretik azért, sokaknak ez egy kényszer nyilván, vagy hát a legtöbb embernek nem, hogy eltartsa a családját. Így van. Na mindegy, szóval holnap ünnepeljük a munkát, és nem jövünk, gyerekek, 3 napos ünnep. És aztán még pünkösd is ott van. Azt a mindenit bánom. És a 2 között már minek jöjjünk be. Ja. És a 2 között minek. És viszont 2 hét múlva meg kitelepülünk. Így van, indul a turnénk, méghozzá május közepén majd. Egészen pontosan, ugye május 2. hetében, méghozzá május 11-én indul a nagy országjáró tavaszi Morning Show-os Klassz FM-es turné, és egészen messze kezdünk majd Sopronban. Sopron. 11-én. Jött is egy SMS számomra, nagyon kedves és nagyon szimpatikus. Azt mondja, hogy basszus kulcs, amikor kitelepültök Sopronba, dolgozni fogok, szobaasszony vagyok, megszálltok majd nálunk, akkor majd én fogok porszívózni nálatok. Akár. Akár porszívózni is, vagy akár ő. És így szól az SMS, hogy akár? Akár. Tényleg? És egy kacsintó smiley a végén. Már megmondanánk, hol lakunk, csak nem akarjuk ezt így bemondani, hogy hol lakunk, de megyünk Sopronba, és utána megyünk Bajára, ugye? Kecskemét, Baja. És az általam sokat emlegetett, ugye, Sátoraljaújhely, ami nem Sátoraljaújhely, hanem Salgótarján. Ott végzünk majd csütörtökön. És azért mondom, hogy végzünk, mert utána Budapesten leszünk. Tehát az 5. állomásunk Budapest. Budapesten régen voltunk, kivéve a tavalyi repüléseket és hasonlót, amit csináltunk. Budapesten régen voltunk, úgyhogy Budapesten is leszünk, majd mondjuk a pontos helyszínt, hogy hol. Régen találkoztunk már a pesti hallgatóinkkal. Ennek örülök. Tényleg örülök. Nagyon régen voltunk. Salgótarjánban pedig megkeressük majd azt a tábort, ahol nyaranta Feri. Megkeressük majd azt az elásott elemozsiás hátizsákot a hegyoldalban, amit végszükség esetére. Még jók. Eldugtál? Persze, hát ha jövőre is megyünk, gondoltam ezt 82-ben. és mentünk is, de már nem találtuk meg. Nekem volt egy-két olyan osztálytársam, akinek a jelenlétéért mindig azért imádkoztam, hogyha így messzebbre mentünk egy vagy két hétre, mert hogy tudtam, hogy vagy hoz, vagy küldenek neki. És mindig küldtek neki valami finomságot. Én ezt imádtam, ez a klasszikus nyilasmisi pakkot kapott kategória. Jó is az egyébként. Egy jó gazdag osztálytárs, gazdag májkrémes szendvicsit megenni, az a legjobb volt egyébként, igen. Kitelepülős helyszíneken már most várjuk azokat az éttermeket, már nem ők jelentkezzenek, hanem hogy segítsetek rajtunk, hogy hova érdemes. Már Bajáról kaptunk egyébként helyszíneket, hogy Baja már megvan, hogy hova menjünk, igen. Trafi 8-ason Vasvár végén mindkét irányban múlt is Angéla küldte nekünk. Védateszt a 85-ösön, Csorna belterületén Fehér Seátból, KPK 006. Még a rendszámot is megkaptuk, a Győr felé haladók vigyázzanak. Vézoli küldte nekünk. Az M1-es Komáromtól Budapest trafimentes, lehet hasítani 37-es főúton trafi Tolcsvánál, az új hely felülieket mérik, és mindkét oldalt kamerázák a rendőrök az M7-esen a 133-as kilométerkőnél. Ezt Baumi küldte nekünk. Baumi? Ja, Baumi. Bauni nem, Baumi küldte nekünk. Szászhalombatára mikor jöttök? Hát most egyenként ezeket az SMS-eket nem tudom beolvasni, mert szinte minden város képviselő megkérdezik, hogy oda mikor megyünk. Nem megyünk a Szászhalombatára. Az nincs olyan messze Budapesttől, azért az egy kirándulást megér. Így van. Azon a héten pénteken, nem? Igen, és milyen szép. Szászhalombatta? Igen, az vagy a kirándulás. Én ott dolgoztam egy időben. Mit csináltál? Ezt nem is tudtam. Olajat szőkítettem. Nagyban. Dehogy is, nem, a helyi könyvtárat költöztettük. Elköltözött a helyi könyvtár? Ott a Szászhalombatta nem olvastam. Mit? Úgy döntött a könyvtár, hogy nem olvastak ki battaiak. Ennek itt semmi értelme, csak ott az asztalra a könyvtár, a népművelő könyvtárszakos tanárnő. Azt mondta, akkor elmegyünk Érdre. Hát, ha az érdiek olvastak, ha már a battaiak nem olvastak. Finomítón belül volt. Igen, volt egy ilyen szakmai könyvtár, és akkor azt hiszem, molyolgattunk egy kicsit egy pár évvel ezelőtt. Hány kötetet ölelt föl az olajfinomítás? Hát, ha annyi ezre sem lenne, ahány kötetet. Én portalanítottam, arrébb raktam, beládáztam, akkor nagyon gazdag. Volt olyan, hogy valaki beszállt a könyvtár, hogy ég a piros gomb, nem tudjuk, mit kell megnyomni, adjanak már valami könyvet, hogy megnézzék, ami használati utasítás, hogy nagyon lángol valami, hogy mit kell csinálni, valaki segítsen. Menj a könyvtárba, Józsi, menj a könyvtárba. Használt utasítás. Hát van valami. A finomító. Hát van valami. Dokumentum, igen. Na, ha már finomító és ha már kőolaj, egy érdekes témával folytatjuk, sokat lehet erről manapság hallani, szerintem egész egyszerűen a dolog mi elképzelhetetlen, hogy ez megtörténjen egy olyan városban, ami világvárosnak mondja magát, de megtörténik, itt történik nálunk, és mindenki, aki itt lakik, az, hát hogy is mondjam, haszonélvezője ennek a dolognak, ugye? Mert hogy ha valaki nem ismerte volna az Illatos utat, akkor most már ő is tudja, hogy hol van, ő is tudja, hogy mi történik, mert hogy hónapok óta mindenki erről az ominózus Illatos úti telepről beszél. Ugye? Hát mindenki tudja, hogy miről van szó. Ez a budapesti vegyi művek telephelye, és hát egészen megdöbbentő dolgokat hall az ember, hogy ott mi történik, és illetve pontosabban nem is az, hogy mi történik, mi nem történik igazából. Igen, ez a fontosabb, ez a jó megközelítés. És hát ez soha nem jó, ha a veszélyes hulladékokat valahol a város szélén, mint tudom, hosszú éveken keresztül tárolnak, és a szivárok bele a talajba, mérgezi a furtkutakat, és veszélyes az emberekre, de hogy Budapest kellős közepén, a budapesti vegyi művek telephelyén ilyen állapotok legyenek, hát ez valami elképesztő. Ugye arról van szó, hogy évek alatt, sok-sok év alatt felhalmozódott rengeteg veszélyes hulladék, és egyszerűen senki nem akarja ezeket elszállítani, ártalmatlanítani, felásni az ott található földet minimum 60 méter mélységig, hogy azt ott méregteleníteni tudják, és senki nem csinál semmit, az ott lakók érzik a bűzt. Nagy csinadratával egyszer volt egy kármentesítés, 1,5 milliárd forintért kicserélték a szennyezett földet, de hát azóta ez tulajdonképpen tovább szennyeződik, és akik értenek hozzá, és akik ott jártak, azt mondták, hogy hajszál, hogy nem történik valami olyan katasztrófa, amit azért sok-sok száz vagy sok ezer budapesti lakos megérezhet. Ezek hordókban vannak is. Hordó és szépen abból szivárok. Hogy az elejére, ha vissza lehetne ugrani, ki volt az, aki azt mondta annak idején, gyerekek, Illatos út, szerintem tegyük ide a cuccot. Hát azt már szerintem nehéz megtalálni, még én azt nem is tudom, hogy ki volt az. Egyszerűen ott hagyták, ezek elkezdtek elrohadni, elkezdtek bele szivárogni a földbe. Na most olvas azért az ember ilyen szexi dolgokat egyébként, hogy hogy közben állítólagosan, tehát mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, mondja el nekünk, mert ő sokkal jobban tudja, hogy Budapest teljes klorgázkészlete állítólagosan ezen a telepen van, vagyis ha ott valami hirtelen lángra kap, vagy begyullad, hát akkor ott embertelen dolgok történnek. Igen. És ez itt van Budapest közepén, vagy Budapest szívében. Hát arról nem beszélve, hogy a klór mellett ez itt van rengeteg olyan vegyi anyag, ami például ugye a talajon keresztül való átszivárgással belejut a talajvízbe, aha, a talajvízen keresztül meg adott esetben a furtkutakba, amit aztán mondjuk öntözésre, locsolásra, egyebekre használnak a környező házakban élő lakosok. És az sem egyébként, az hát sem játék. Akkor az ivóvízbe is belejuthat, nem? Az ivóvíz a zárt rendszer, a furtkutakba sokkal inkább tud belejutni, igen, az ott lakók állítólag érzik a bűzt, és állítólag elképesztő környezetszennyezés. Elképesztő környezetszennyezés zajlik. És az ember elkezd gondolkodni, hogy oké, ha nincs pénz elszállítatni, akkor miért nem visznek oda, nem tudom, x-ezer hordót, rakják át a félig megsérült hordókat egy újba, letakarják. Tehát valami megoldás biztos van. Láttatok fényképeket erről a telepről? Igen. Hát azt nem hiszed el. Igen. És hát nem hiszed el, hogy ott mi van. Ami egyébként a legijesztőbb szerintem az egészben az, hogy remélem a szakértőnök is meg fogja ugyanezt az információt erősíteni, hogy nem is tudják egészen pontosan, hogy mennyi, hányféle, illetve hány tonnányi anyag van itt elhelyezve. Tehát, hogy nem tudják konkrétan, hogy mi van. Tudják, hogy rengeteg mérgőzőanyag, nem megfelelően tárolva, de hogy egészen pontosan mennyi és milyen jellegű anyag van, azt nem tudja senki megmondani. Igen, hát itt most már közben lehet olvasni, hogy ugye a főváros kért segítséget a kormánytól, pont a napokban jött ki egy cikk erről, egy nagyon sok cikk erről, hogy állítólagosan majd megoldódik ez a dolog, de hát akik nyilván ott laknak, azoknak azért akkor lenne ez a dolog megnyugtató, ha már most valami történne, mert hogy ez évek óta folyamatosan zajlik. Na, van nekünk segítségünk, aki elmondja, hogy ő pontosan mit látott, mert hogy járt ezen a telepen, és nagyon sok mindent tud. Simon Gergő, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Hello Gergő, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Hello! Az igaz, hogy te többször voltál ezen a telepen? Igen, kérlek. Aha. Gergő, de vagy rossz helyen vagy nem hallunk. Gyere ki, menj át. Még egy kicsit arrébb kéne menni. Visszahívunk, jó? Visszahívunk. Megpróbálod még egyszer? Mondd meg neki, hogy jöjjön ki a Greenpeace földalatti titkos bázisáról. Titkos bázisáról, hagyják abba a bálnavadász hajók megfékezését. Gergő egyikben többször volt ezen a telepen, és 2003 óta panaszkodnak állítólagosan az ott élők, hogy valami brutális förmedvényes szag van. Azért az milyen? 12 év, és azóta semmi nem történt. Érdemes lenne egyébként tényleg azoknak a felelősségét is vizsgálni, akik tisztában vannak, vagy tipoltak azzal, hogy mit rejt ez a telep, és hogy ez gyakorlatilag egy időzített bomba. Mi van ott, egyszer csak tűzült ki? Hát szerintem rossz belegondolni. Tényleg. És ráadásul ugye olyan szélviszonyok alakulnak ki, amik beteríthetik egész Budapestet, sőt még valószínűleg a Budapesten túli területeket is. Na, itt van újra Gergő. Hello Gergő, jó reggelt újra! Itt vagyok. Gergő, az a lényeg. Na, beszélj folyamatosan, és akkor megnézzük, hogy tudunk-e hallani. Igen? Igen. Tehát, hogy amikor ott voltam, akkor nagyon kritikus állapotok, hogy igazából ezek a hordók az elmúlt pár évben kerülhettek abszolút borzasztó állapotba, töredezhettek szét, és emiatt folyik ki gyakorlatilag orrán száján a hordókból a szennyezés a talajba, és jut ugye a szennyevés a levegőbe. Te miért mentél oda szemrevételezni ezt a telepet, hogy milyen mértékű a környezetszennyezés? Igen, próbáltuk fölmérni azt, hogy milyen szintű a szennyezés, és hát tényleg azt kell... Én nagyon sok telepen voltam már, én nagyon sok ilyen szennyező helyet láttam, de ilyen rossz állapotban tényleg nem láttam még. Te mondom, nem tudunk veled beszélni. Gergő, az, hogy túl sokat tudsz, és már zavarják egyébként a telefonod. Gergő, az, hogy nem tudunk így veled beszélni. Nem tudom, milyen telefonod van, vagy Greenpeace-isek mind telefonáltak, hogy füstjelekkel kommunikáltak, de egyszer nem hallunk. Tehát, hogy... Az a baj, hogy vidéken vagyok, és lehet, hogy itt pont nem olyan erős. Most jó! Most hol állsz? Nincs egy vonalas telefon? Bármi, amin vissza tudunk hívni? Vagy valaki másnak a telefonja? Egyedül vagy? Aha, megint nem Ne, vagy csak megfontolt. Aha, jó. Jó van. Gergőkém, már nem hallunk, pedig tudom, hogy izgalmas dolgokat mondani, nem hallunk semmit. Lehet, hogy már menekülnie kell? Már inkognitóban van, igen. Már egy tanúvédelmi program alatt van, igen, már nem is Gergőnek hívják. Vagy ez már az álneve. Azt mondta, hogy egy térerő erősítő mellett áll. Igen. Jó sikerült. Aha. Csatlakozni kéne rá. Az mi az, hogy térerő erősítő? Van ilyen, hogy felerősíti a térerőt? Aha. Hát de gondolom, kis átjátszó állomás, de nem játszik át semmit. Nem. Vagy egyébként mennyi lehet ott a térerő, hogyha felerősítve ilyen? mi lehet alapból? De hogy van a legtöbb szolgáltató mászony már mindenhol? Én sose értem. Nem? Hogy 98% valahol, ja, 2%-ban hogy azért nem mondanak 100%-ot soha senki, mert hogy 99%, hogy te érezd, hogy sokszor vagy abban az 1%-ban? Vagy ez hogy van? Igen, hogy lehet egy Greenpeace-es ennyire naív, hogy elhitte, amit ígért neki a szolgáltató. Én azt hittem, hogy ők ennek sokkal gyorsabb. Ez egy vándor 1%, ami nincs, és mindig oda megy, ahol te vagy. Már most ő még vonalban van? Vagy? Dehogy is. Nem. Aha. Uh-huh. Visszatérve a dologra, azért 60 méter földet lefelé kicserélni, gyerekek, az nagyon az nem egy, hát 1,1 milliárd forint állítólag. Utolsó kísérlet, Gergő, hello! Itt vagyok, elnézést, végre találtunk egy vonalas telefont, itt nagyon gyenge volt a térerő. Ez egy jó meglátás, ez valóban az volt, valóban az volt. Kezdjük az elején, Gergő. Mikor voltál ezen a telepen először? Egy olyan 3-4 hete, de még 2005-6-ban is láttam azt, hogy milyen borzasztóak itt az állapotok, mert folyamatosan kaptunk lakossági bejelentéseket, és hát akkoriban kezdték ide hordani aztán a hordókat, annak ellenére, hogy egy nagy, közel 1,5 milliárd forintos projekt indult akkor arra, hogy ugye elinduljon itt egy nagyszabású kármentesítés, tehát közben csődbe ment a vegyi művek, és akkor egy pár év alatt 2008-ig körülbelül leraktak ide, ugye, hát majdnem több mint 2000 tonnányi veszélyes anyagot és veszélyes. 2000 tonnányi? Hát azért ezen időzzünk el egy pillanatra. Az nem kevés? Vagy nem tűnik kevésnek? Az nem is, emellett még van majdnem 1000 tonnányi nem veszélyes hulladék is a területen. Tehát így gyakorlatilag hosszú éveken keresztül teljesen szabálytalan körülmények között raktak le nagy mennyiségűben veszélyes hulladékokat, és hát ennek nagyon szigorú előírásai lennének, hogy hogy lehet lerakni ilyen anyagokat. Ugye szigetelt ajzat, csurvelék elvezetés kellene minimum előírásként, illetve megfelelő tűzvédelem, de hát itt a puszta földre dobálták ki ezeket. De várj, a kármentesítést én nem értem, tehát 2005-ben kiszedték a mérgezett földet a hordók alól, majd visszatették ugyanúgy a rohadó hordókat? Nem, a talajvizet pumpálták ki, a szennyezett talajvizet, ugyanis már akkor azt alapították meg, hogy a határértékeknek kb. 100-200 ezerszeresen mennyiségben találhatóak szennyezőanyagok a talajvízben, köztük mondjuk például rákkeltő benzol, és azt elkezdték kiszivattyúzni, de elkövették azt a, hogy mondjam, azt a talán borzasztó hülyeséget, hogy ott hagyták közben ezeket a hordókat. Na hát ezt kérdezem, hogy kiszívták, majd visszatették a hordókat? Hát nem, a hordókhoz nem nyúltak hozzá, fúrtak utakat és kiszívták a talajvizet. Viszont az évek alatt szép lassan újra visszaszivárgott a hordokból jelentős mennyiségű szennyezés újra a talajba, illetve a talajvízbe. De miért ott nem volt valakinek annyi ész, hogy ezeket a hordókat belerakja egy másik hordóba, ami már elrohad, vagy egy olyan hordóba, ami nem lehet szétmarni, vagy nem tudom, acélhordó, vagy mit tudom én, miben lehet ezeket tárolni? Nem, sajnos nem, és ugye azt láttuk, hogy az acélhordók, azokat szétmarták az anyagok, tehát az acélhordók egy jó része szét van maradva. Ez az utóbbi 1-2 évben történet, tehát ugye ilyen kritikus állapotba kerültek, illetve a más műanyaghordókat meg szétfeszítette a bennük lévő anyag, hogy átalakultak, és emiatt most tényleg teljesen szabadon tudnak a levegőbe jutni, párologni, kipárolognak egyes oldószerek, illetve a szél viszi őket, és ami talán még különös gond, hogy ennek anyagoknak egy jelentős része az tűz és robbanás veszélyes, és hát a tűzvédelemnek elég, hogy mondjam, szembeötlő a hiánya a megfelelő tűzvédelemnek, és sok anyag között, az anyagok között sok ilyen klórozott szerves anyag van, mik mondjuk elégnének, azokból borzasztó nagyon keményen mérgező rákkelt anyagok keletkeznének, ami nagyon, hogy mondjam, nem lenne jó, ha levegőbe kerülne. És hát ezért gondoljuk azt, hogy minél gyorsabban legalább a tűzvédelem biztonságnak az alapjait kéne megteremteni ezen a helyen. Ha robbanna, akkor hány kilométeres sugarú körben lenne? Hát én nem vagyok, én vegyész vagyok, tehát ezt megbecsülni nem tudom, de hát, hogy mondjam, fel kéne ezt pontosan mérni, és kéne látni, hogy milyen anyagok kerülhetnek a levegőben, mekkora robbanás. Egyáltalán mit tárolnak ott? Tehát mi van ott, azt tudjuk? Eddig azt mondták, hogy nem tudjuk, de most a korábban a kármentes és végzőcég azt mondta, hogy ők csináltak erről egy kisebb-nagyobb felmérést. Hát mindenféle növényvédőszergyártáshoz használt alapanyagok, oldószerek, illetve különböző ilyen-olyan közti termékek, amik keletkeztek a gyártás során, Ezek alapvetően mind veszélyes anyagok, nagyon sok belélegezve és mérgező, szembe kerülve szemkárosodást okozhatnak, vannak szilárd és folyékony anyagok köztük. Ami talán jó hír, hogy a telepen tárolt anyagokból, mondjuk kifejezetten durva rákkeltőt például nem láttam, az csak mondjuk a talajba és a talajvízbe van. És mi van ott, van valakinek a környéken furt kutya van például, az ne igyon belőle? Vagy az már évek óta mondjuk isze ezt a vizet? Hát azért az se jó. Ugye felmérték egyszer a környéken a fúrt kutakat, és akkor azokat az embereknek új kutakat fúrtak még mélyebb rétegekbe, ahol elvileg nincs már szennyezés. Reméljük, hogy ez így van, de én minden esetre nagyon azt gondolnám, hogy sokkal több mérés kellene, illetve a környékbeliek folyamatosan panaszkodnak arra, hogy erős vektortagot éreznek, ami abból egyrészt a gyártelepről kijutó különböző anyagok lehetnek, illetve a talajvízből a csatornanyílásokon itt-ott felpárolgó anyag is lehet. És ha öntözésre használod ezt a vizet, akkor például a zöldségbe ugye ez bekerülhet. Abszolút, abszolút, úgyhogy igazából öntözésre sem szabadna használni ilyen vizet. Az igaz, hogy ezen a telepen klorgázkészlet is van, ez igaz? Vagy ez csak kacsa? Nem, ez sajnos nem kacsa, hanem ugyanem van a telephelyen belül, hogy a budapesti vegyi művek az több céggé vált szét, a vegyi művek csődbe ment, viszont a klórüzletágot, tehát a klorgáztárolják, azt egy külön cég vette meg, akik gondolom minden szabályt betartanak, és gyanítom a legmagasabb, sztendereket alkalmazzák, viszont a klorgázt, ugye mivel ugye az annó harcigáz volt az első világháborúban, közúton sem szállíthatjuk a kockázatok miatt, viszont mégiscsak egy ilyen, igencsak kritikus területen tárolják, ami hát minimum aggodalomra ad okot. De ezt úgy kell elkezdeni, hogy ott rohadt néhány hordó, folyik bele a szennyező anyag, másik hordó már felpuffadva a nyomástól mondjuk, és közte igen. Vagy mellette valahol pedig klorgázkészlet, egy telephelyen belül. Igen, egy telephelyen belül, mivel ugye azt nem tudom, hogy itt egy tűz és robbanás mekkora kiterjedésű lenne, mekkora hatása lenne, ezért nyilván nem tudom felbecsülni azt, hogy ez mekkora veszélyt jelent, viszont úgy gondolom, hogy mindenképp ez egy nagyon erősen kivizsgálandó terület, hogy itt milyen kockázatok vannak, illetve a tűz és robbanásvédelemnek az alapvető, minimális előírásait helyre kéne állítani, tehát hogy tűzoltó készülékekre lenne szükség, tűzoltó homokra, le kéne fedni ezeket a hordokat, hát meg leginkább ezeket a éppen szivárgó hordokat kellene újra csomagolni. Ami viszont azért elég jó jel, hogy tegnap ugye a Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezte a kormánynál, hogy egy eseti 1,18 milliárd forintot különítsenek el itt a veszély elhárítására, a hordok elszállítására és megsemmisítésére. A veszély elhárításról van szó, vagy pedig egy végleges megoldásról, ha lehet ilyet mondani ilyen anyagokkal kapcsolatban? Hát nyilván talán a legfontosabb feladat, hogy a veszélyt elhárítsuk, tehát hogy ne lehessen itt komoly kockával, de hát nyilván a következő legfontosabb feladat, és azért ez pár hónap alatt megtehető, hogy elszállítsuk innen ezeket a hordókat, ezeket azért a mai technológiákkal ismert, hogy könnyedén meg tudjuk semmisíteni, csak igazából pénzt kell hozzá, meg akarat. Ami egy nagyobb feladat lesz, hogy aztán ezt a hihetetlen nagy területet, ahol a talaj és a talajvízszennyezés, mondom, elérheti a határérték több mint 100 000-szeresét, ezt mikor és ki és miből fogja megtisztítani, hiszen ugye azért, ha ez lassan is, de folyamatosan terhelés jelent a környezetre nézve, illetve ki tudja, hogy mekkorát a lakosságra nézve. Azt valaki nézte, vagy valaki kutatta, hogyha mondjuk az egyik hordóban bármilyen anyag van, ami mondjuk gyúlékony, és mondjuk a nyomástól túlnyomás van benne, és mondjuk a nyári melegben ez felrobban, berobban, akkor ennek milyen következményei lehetnek, vagy ebbe bele se gondolt inkább senki, vagy nem mert belegondolni? Nagyon remélem, hogy ebbe belegondoltak. Arra látunk példát, hogy a területen, ugye ezt a felügyelőségi határozatban olvastam, folyamatosan locsolják vízzel a nyári melegbe ezeket a hordókat, hogy ne robbanjanak föl, ne gyulladjanak ki. Jézusom, tehát az nem megoldás, csak egy ilyen eseti kezelés, nem? Hogy így van, és ezzel mosnak bele ugye aztán szennyezést a talajba, hiszen a hordóknak egy jelentős része az ugye már lyukas ki, és folyik belőle ki a szennyezés. Ezért ez egy nagyon barbár cselekedet, hát ezt azért bárki is csinálja, vagy bárki is a felelőse, hát azért ezt így végighallgatva, hogy egy főváros szívében, az Illatos úton, ami egyébként lakóházak vesznek körül, lakótelepek, épületek, utak, iskolák, óvodák, hogy ezt így valaki csinálja, hogy hűti ezeket a hordókat. Nyilván kell, mert jobb, mint egy robbanás, de hogy ezzel is mossa bele, és hogy ilyen mértékű környezetszennyezés zajlik, azért ez elképesztő. Hát én ezt nem is tudtam. Mi teljesen elfogadhatatlanak tartjuk. Ugye mindenki korábban hátradőlt, meg 2005-6 környékén ugye bejelentették, hogy ezt az egészet felszámolják, és megszűnik mint az akut veszély, és hát kiderült, hogy igazából ugyan költöttek el valamit uniós pénzt, mondom, közel 1,5 milliárd forintot itt a területnek a mentesítésére, tehát a rendes megoldás mégse történt, sőt a helyzet szinte, ha lehet mondani, rosszabb, mint akkor volt. És azt tudjátok, hogy a földben mik vannak elásva? Mert olyan cikket is olvastam, hogy oké, hogy ott vannak a hordók, de hogy a földbe már azért 10-20 méter mélyre bele is ástak dolgokat, amiket aztán nemes egyszerűséggel betemettek. Hát igen, képeket mi is látnunk erről, hogy valóban ez történt. Hát ezért kell egy alapos fölmérés, hogy pontosan mennyi anyag van, milyen anyag van ott, és milyen állapotban vannak, ugye, mert az anyagok egy jelentős része már átalakult. Egyébként most ezzel meg egy olyan anyagoknak is hordóit láttuk, amit úgy hívnak, hogy foszforoxiklorid, ami ugye a levegő nedvesség tartalmával már önmagában sószaggázt fejleszt, hogyha szabadra került, tehát ezért igencsak problémás vegyszerek vannak. Egyébként egy ilyen kármentesítésnél van lehetőség a Greenpeace-nek arra, hogy jelen legyen a helyszínen valamennyi képviselővel, hogy tisztában legyenek a körülményekkel, meg azzal, hogy mondjuk azt a munkát tökéletesen végezték el? Hát ugye a állami beavatkozásra kerül a sor, akkor nyilván több lehetőségünk van bejutni. Most, mivel ugye ez egy felszámoló, úgymond rendelkezik a terület fölött, most csak az önengedélyével tudunk bemenni, ami kétszer megtörtént, mikor önkormányzati képviselők hívtak el minket, hogy kísérjük őket szakértőként. Nyilván, hogyha egy állami munka van, akkor szintén több lehetőségünk van, de különben ugye ez a magáncégeknek sajnos a döntése. De minden esetre mi továbbra is minden adatot és anyagot ki akarunk kérni, ahogy már most is kikértük, hogy lássuk a szennyezés mértéket, és lássuk azt, hogy itt milyen feladatokra van szükség, illetve hogyha elkezdődik a kármentesítés, akkor milyen feladatok vannak még hátra, mivel hogy haladnak. Ezt így járjátok ott a környező, nem tudom, lakóhelyeket, házakat, családi házakat, hogy vigyázzanak, méressék be, a furt kutyuk van, ne igyanak, ellenőrizzék. Tehát ezeket az embereket azért nyilván tájékoztatni kell, hát nem mindenki hallgat rádiót, vagy olvas újságot. Akik ott laknak, nyilván tudják, hogy ott van ez az Illatos úti telep, de hogy mégis milyen következményei lehetnek ennek. Segít nekik bárki? Hát most a helyi önkormányzati képviselők azért eléggé aktivizálódtak, volt a lakossági fórum is, én is voltam. De ez milyen jó, legalább, ez hasznos. Volt. Azért az a szerencse a szerencsétlenségben, hogy azért lakóházak pár száz méterre vannak csak a telephelytől, és a munkahelyek vannak pár 10 méteren belül, ugye a több üzem is van magán a telephelyen belül, illetve az Illatos útnak a másik oldalán, akik viszont folyamatosan ki vannak téve sajnos ennek a szennyezésnek az ott dolgozók. Hát Gergő, köszönjük, hogy elmondtad, ez hihetetlen így végighallgatni, hogy ez még így megtörténhet egyébként. Hát szegény ott lakók, szegény természet, nem? Hát az ember nem tud mit mondani, hát ez egy barbár, tehát hát ez, még ha ez több 100 kilométer a fővárostól, vagy nem tudom, 20 kilométerre valahol történik, akkor is azt mondod, úristen, szörnyű. Tehát ne legyünk álságosak, azért ez sok helyen sokféleképpen történik, úgyhogy erről vagy tudunk, vagy nem. Na de legalább a főváros közepén, nem, tényleg hát lakóövezetben szinte idézőjelesen. Nem lenne még más ilyen az országban, tehát hogy... Akkor szerencsére csak egyedi eset. Hát nem, vannak még rossz helyek, de hogy talán ennyire kritikus hely nincsen. Egyébként a kármentesítés végző cég azt mondja, hogy bár ott volt hivatalosan egy vízzáró réteg egyébként a talajban, de plazán átjutott a szennyezés, és azt mondja, hogy akár 60 méter mélységig is lehet vegyi szennyezés a talajban, talajvízben. De ez az ivóvízbe, erről be is beszéltünk, nem jut be, nem? Tehát a zárt rendszer, ez furtkút inkább. Igen, az ivóvíz az egy zárt rendszer, viszont aki furtkútból befizet, az nyilván annak valamilyen módon kockázatot jelent. Voltak fölmérések 4-5 évvel ezelőttről, hogy hogy terjedt a szennyezés, de hát azóta, hogy mi van, azt nem igazán tudjuk. Faszta mindenit. Hát Gergő, köszönjük, hogy elmondtad, jó, hogy vagytok, jó munkát nektek, reméljük. Most hát itt tényleg, ahogy te is mondtad, a napokban lehetett hallani, hogy most már anyagi segítség is úgy néz ki rendelkezésre. Tehát valami lesz, azért kell erről beszélni, hogy valami legyen. Hát ez egy közös érdek, független az ember attól, hogy ott lakik, nem ott lakik, pesti, budai, mit gondol erről a dologról, hát ez egy közös érdek, hogy megoldódjon, ez mindenki érdekel. Azt szeretnénk, hogy minden hamarabb megszűnjön ez a szennyezés. Gergő, jó munkát nektek, köszi, hogy beszéltünk. Ciao. Simon Gergővel beszélgettünk, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével. Azért ez kemény, nagyon kemény. Azért ez nagyon kemény. Ha? Nagyon komoly. Hogy ez így még mindig megtörtént, nem? Meg hát megcsináltak ugye 2005-ben ezt a kármentesítést, úgymond, és utána nem volt egy folyamatos ellenőrzés, egy folyamatos jelenlét, hogy lássák azt, hogy nem változott azóta a helyzet, hogy nem fordult visszájára, stb., hanem csak úgy hagyták, így ellenőrizték a dolgot. De ma az is csak ilyen toldás-foldás volt szerintem, igen. Az a 2005-ös, kicsit megcsináljuk, de egyébként látjuk, hogy a hordó már folyik. Srácok, menjünk innen. Ezért mondom, gyerekek, hogy az demagóg duma ez, hogy majd mi megmentjük a földet, meg hogy tegyünk a földért, hogy megmentjük el, a föld ez úgy el fog intézni bennünket, mint a húzat. Tehát itt megmenti önmagát, nem is nagyon tudunk, hogy mit csinálni. Egyébként persze dolgozni kell rajta, de hát nézd meg azért ezeket a földrengéseket, az árvizeket, hogy egyszerűen maga az anyatermészet azért jelzi, hogy nem tetszik az, amit csinálunk vele, nem? Tehát, hogy nem véletlenül történik ennyi minden. Az olajfúrások, a földgázfúrások bizonyítható módon mutatják, hogy miért van ennyi földrengés, cunami, szökőár. Hát ez a dolog rossz irányba megy. A kutya is vakarozik, amikor sok rajta a bolha. Ugye? De szép. Köszönöm, hogy egy lőrinci mondással tetted fel az íre a pontot. A föld is vakarózik finoman, aztán megrázza magát, megyünk mindannyian a levesbe. Egyébként szent meggyőződéssel, vagy ez lesz. 9:30 múlt pontosan 6 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Mi a kérdés? A kérdés pedig a következő. Kérdés? Nagyon egyszerű, életrajzi adatra vagyunk kíváncsiak Mihalik Norbi csodálatos életéből. Hol született ez a fiatal ember? Hol született Mihalik Norbert? Hol született Mihalik Norbert? Várom még, hogy hát, ha van benne csavar, érted? Hol született Mihalik Norbert? Egyszerűen sokkolt. Egyszerűen lebénultam, nem tudok itt semmit megnyomni. Nincsenek felesleges szavak, tiszteletkörök, szóvirágok. Hol született Mihalik Norbert? 0-70-645-00-00. Küldjetek el a jó választ, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, szép az idő, süt a nap, ennél több igazából nem is kell, és olyan, mintha péntek lenne, mert hogy 3 napos ünnep elé néz az ország, illetve hát egy ünnepnap, és aztán egy hétvége, úgyhogy tulajdonképpen ez a csütörtöki... Jó. Meg tudod szerelni, végre, ugye? Meg lehet, igen. Főleg, hogy én kedden kezdtem. Tényleg nem nekem extra rövid. Nem rossz. Extra rövid, nem igen. Rossz. Extra rövidre sikeredett ez a hét. Na, volt egy VTCC kérdésünk, ami úgy szólt, hogy... Így van, be kell, illetve el kell kezdenetek egy közismert mondókát. Nagyszülöttje, Zengő Zoli szíve csücske. Így van. Igen, hol született Mihalik Norbi? Hol született Mihalik Norbi? Ez tehát a kérdés, küldjetek el nekünk SMS-ben, mindjárt hívjuk a nyertest, aki ott lát hétvégén a futamon, sőt, mint több valaki, egy szerencsés felveheti magára Zengő Zoliék csapatruháját, a Zengő Team csapatruháját, és hát ott lehet Norbival a futamon, szombaton és vasárnap is csapattagként, a boxban, a VIP részlegben. Több 10 000 magyar szurkolóval együtt. Így van. Tényleg csak az autóban nem ülhet be futam alatt. Egyébként szinte minden megengedett neki. Úgyhogy nem sokára sorsoljuk a nyertes, most azonban mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Május 1-éről beszélgettünk, és arról, hogy ki, hogy emlékszik erre gyerekként, amikor álltunk sorba, anyáink, apáink mentek integetni, és mi pedig gyerekként, ugye, hát ezt jóval nagyobb örömmel éltük meg, mi még nem tudtuk, nem ismertük azt a rendszert. Hát te karon ülő kisdetként, meg ifjú komcsiként. Bizony. Ti meg nagyon jó pártkatonaként mentetek integetni. Ifjú komcsiként mentetek nagyon szépen, nagyon helyesen integetni. És aztán belehallgattunk egy-két régi indulóba, még ha nem is egészen május 1-jéhez kapcsolódnak ezek a kis dalocskák, hogy régen mit énekeltünk, amikor ugye úttörők voltunk, vagy kisdobosok voltunk, ki milyen, hát párt darra emlékszik. Ezekben belehallgattunk, ma már azért ezeken mosolyog az ember. A könnyünk kicsordult. Igen. Igen, egy kicsit nosztalgiáztunk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan. 10 óra, lassan búcsúzunk, sok még előtte a dolgunk. Egyrészt ugye nem sokára Feri elmondja, hogy mi a recept. Előtte hívjuk gyorsan a két nyertesünket, naphallgatóját. Fú, gyerekek, hát... Azt a minden sárját, te sűrű, ez ma reggel. Így van. Mindenki mehet haza májusfát állítani, mert ne felejtsétek el, mit mondott reggel. Redák Szandi, új munkatársunk, ugye, ahol áll a fa, ott nagy a szerelem. Ez volt benne a hírekben, ezt felírtam. Legyen ez a holnapi nap mottója. Nálunk minden este ez a motto. Hát vagyok az is. Hívhatod a nagyúr. Nem áll. Gyerekek, az én májusfám az. Utána nyertes? Sajnos nálunk most tarvágás van. Nálatok fűszelőztetés van. Ja tényleg, most igen. Hát előztettik el. Most szívódik fel a műtrágya. Ez Mi van? Mit rögtön? Picit behallatszódozva. Két hívunk mostanában? Futamnyertes. Na. Futamnyertes, nem tudjuk ki a futamnyertes. Halló. Hello. Morning Show. Szia. Hát igen, meg itt van a Feri is, meg igen, itt vannak még a többiek is. Nem írtad alá, hogy hívnám? Ja, Viki vagyok, bocsánat. Hello, Viki. Kivel sugdolózol? A kolléganőmmel. Hol vagytok éppen? Fehérváron, gyermekvédelmi központban. Gyermekvédelmi központ. És oda súgtad nekik, hogy neki, hogy Morning Show? Igen, hogy kitelefonált. Balázs. Küldtél nekünk egy jó választ. Ez hihetetlen? Igen. Hányszor hallottam ezt nőszájából, hajnalban? Hogy csak ekkora? Hagyj meg, egy ilyen szép pillanatban így belecsődani. Gyújts rá, kicsim, gyújts rá. Mondtam én ezt akkor hajnalban. Még ez a cigi is nagyobb. Ne hallgass rájuk. Okay. Mi volt a jó válasz? Úristen, valamilyen település. Hát igen, megértem. Jézusom, egy pillanat. Elfelejtetted? Igen. Miattam? Most egy kicsit zavarba vagyok. Miattam? Zavarban vagy? Igen. Egy pillanat. Lesek. Makkos hogyka. Miért vagy zavarban? Himesháza. Micsoda? Himesháza. Himesháza. Jó az? Vagy Himesháza. Nagyon jó. Himesháza. Himesháza. Ez a jó válasz. Persze. Himesházán született ez a drága Mihalik Norbert. Reméljük hétvégén nyer. Ha nem nyer, az se baj, de nagyon drukkolunk. Hát, reméljük, hogy sikerül neki. Bizonyám. Tudsz-e menni a futamra? Igen. Kivel? A párommal. Ő szerette volna nagyon megnyerni. Miért nem mondtad előbb, hogy van párod? Miért hoztad ilyen kellemetlen helyzetbe, Balázs? Ezt csak most kell megtudni. ő nagy VTCC rajongó? Igen, nagyon. Tehát te nem kedveled? De én is szeretem. És a VTCC-t is szeretem, de inkább a Forma 1-et. Forma 1? Na, és ott ki a kedvenc? Hát a Ferrari, főképp, és Massa. Nagyon kis massza. Jól van, küldjük nektek a jegyet, érezzétek nagyon jól magatokat. Jó, már mehettek pénteken. Igen, holnap és szombat. És aztán szombat vasárnap van a futam. Jó? Jó van, nagyon szépen köszönjük. Köszi a játékot. Ez szuper, köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Fiam. Hello. Kikészítetted? Kicsináltuk. Hallod? Még mindig ilyen erős a hatás. Köszönöm, hogy itt lettem. Hogy egy pici fényvet ült rád is. Hívjuk gyorsan akkor azt az embert, aki ott lehet hétvégén a Zengő team boxában, és drukkolhat Mihalik Norbinak. Hát nem is azt mondom, hogy test közelből, mert hogy még annál is közelebbről, tényleg. A lehető legjobb helyről nézi majd a futamot. Egy overallban lesznek. Rohadt meleg lesz overallban, ezt semmit sem fog látni, mert egy tűzálló maszk lesz rajta. Csöngésnek picit hosszú. Na, amikor ezt hallod, akkor kell tárcsálni. Jaj, de okos vagy. Legyen ez a nap mottója. 8. másodperc után az már azért nem a kicsöngést jelzi. Ugye? Nem rossz. Nem csörög. Ja, de. Morning Show. Az bizony. Atya úristen! Hát a pasingból is. Hányszor hallottam ezt éjszakákban? Hány pasítól hallottam ezt is. Hello! Itt vagyok, halló! Hello, hogy hívnak? Ciao. Attila vagyok, sziasztok! Attila, Jani, hello! Félreállok, mert megállt a szívem. Na! Vezettél éppen, Attila? Igen, atya isten! Várjátok, meg kell álljak, mert komolyan megállt a szívem. Ezt nem hiszem el. De bizony, itt vagyunk. Megálltam, urak, itt vagyok most már. Na. Ja, és talán most már kicsit levegőt is kapok. Na, durvább, mint a KPM, mi? De igen. Jaj. Gyerekek. Nagyon szereti volna nyerni, ezért ez a nagy izgalom? Igen, rettenetesen. Na, hát a jó hírünk az, hogy te is jól válaszoltál a kérdésre, úgyhogy hétvégén ott lehetsz a Zengő Team boxában, és Zengő Zoli mellől akár nézheted végig Mihalik Norbi magyarországi túraautó világbajnoksági futamát. Yes! Köszönöm szépen! Igazán nincs mit. Levesszük majd a méreteket, jó, hogy mekkora vagy, hány centi, minden fontos dolgot, mert hogy kapsz egy igazi csapatruhát, és belebújhatsz ebbe a csapatruhába. Atya Isten, nagyon szépen köszönöm. Voltál már ilyen futamon? Nem, még nem sikerült eljutnom, úgyhogy ez most nagyon nagy élmény lesz. Na, csak a tévében nézted, Norbit, jól van? Igen. Hát élőben ott leszel a ringen, jó? Igen, nagyon szépen köszönöm, urak. Lehet, hogy hétfőn fölhívunk, hogy hogy érezted magad, milyen volt, mit tapasztaltál. Júli fölédi a számodat, hétfőn megcsörgetünk. Jó? Természetesen, rendben. Oké. Na, érezd jól magad, hívunk a részletek miatt, jó, örültünk. Köszönöm. Köszi Attila. Ciao. Hello. De helyes volt, nem? Hogy így örült. Nagyon sokan írják, hogy a Norbi nem Himesházán született, hanem Mohácson. Az információ, hogy Himesházán született, a mihelis.hu-ról származik, a bemutatkozás topikból, ami így ír. 1984. augusztus 8-án születtem Himesházán. Hát, ha valaki akkor ők csak tudják. Mi lehet, ha Norbinak is hazudnak, nem? Figyelj, nem merték mondani, hogy Mohács. Igen. Jó, Norbi, gyerekek, hát te valójában kapaszkodj meg. Te Mohácsi vagy. Igen, hát hogy nem mondták el nekik az igazat. Mi a recept? Kérlek szépen a tegnapi kajád. Amit te főztél nekünk. A kis tofus? Igen. Azt én megírtam rendesre. Hidegen jó. De megírtam rendesre, fotó van róla, úgyhogy tessék, ott van fönn. Aki szeretne csatlakozni ehhez a csodához, ehhez az Isten királyhoz, aki ilyen bőséges és finom reggelivel ellátott bennünket. Hát hogy ettétek, mint kacsa, még a Gábor is azt tette délután. Mondjad, Gábor. Igen, bocsánat, hogy közbeszólok, vagy beszállok én is. Ez volt az ebédem, úgyhogy nagyon hálás vagyok neked, hát, hogy a te házi szakácsaiddal ilyet főzettél nekem. Egyébként én reklamálni is szeretnék, mert azt hittem, hogy ma is lesz valami meglepetésed a fiúk számára, illetve az én számomra, mert a maradékot biztos megettem volna. Jó, azért minden nap nincs meglepés. Ez most egy nagy finom volt. Mondjuk azt nem mondom, hogy komoly gyomorontásom lett délután. Hát, nem volt egy nagy adag. Igen, jó, szóval, hogy ez a receptem van a Facebookon, ugye? Így van. Rendesen leírtam, úgyhogy nem így csomagban rendelt, hanem ha meg akarod venni az alapanyagokat, ezek azért kaphatóak ilyen hiperben, akkor is valaki szeretné ezt megcsinálni, és azzal kedveskedni a barátainak, amivel te kedveskedtél nekünk. Sült tofu üvegtésztával? Üvegtésztával, így van. Jól van. Oké, nézzétek meg, mi pedig jövünk hétfőn, mindenkinek nagyon szép hétvégét, ja, még naphallgató. Hívjuk a naphallgatóját. Hosszú ez, nem? Ugye? Egy kicsit. Mi a tervetek a hétvégére? Ezt már megbeszéltétek? Mi között hozzá? Hát csak kíváncsikodom. Mi között hozzá? Mit között? Nem volt illeg, az ingyen zavar. Ez az, hogy ma nincs. Hétvégi program. Mit akarsz? Na is. Nincs sok. Elfogadjuk. Nincs sok. Így van. Sziasztok. Hello. Én ezt kétszer hallottam legalább. Szia, hogy hívnak? Flóra vagyok. Hello Flóra, hol hallgatsz minket, Flóra? Nagykanizsán, nagyon jó. Ugye beszélgettünk Gáborral egy csomó érdekes dologról, többek között a bélflóráról és ugye te azt írtad nekünk, hogy én is élő Flóra vagyok, jó hatással vagyok mindenkire. Mi szeretjük, ha női naphallgatójánk van, úgyhogy ezért te lettél a naphallgatója. És van egy szép ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Régóta szerettél volna már naphallgatója lenni? Igen, többször is próbálkoztam, mert eddig nem sikerült, és most nagyon örülök neki tényleg, úgyhogy hú, nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen. Látod, neved, milyen szójátékokra lehet használni a nevedet. Flóra, küldjük neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Én is köszönöm, sziasztok, szép hétvégét! Nektek is, ciao, hello. Jól van, elmondtunk mindent? Elmondtunk mindent. Nem velem vitatkozzatok, a mielis.hu-val! Igen, gyerekek, Norbinak nagy kalappal, Zoliéknak és az egész csapatnak nagyon drukkolunk, nézzétek őket, reméljük, hogy Norbi fel tud állni újra a dobogóra, hogy büszkék legyünk rá, ha nem, akkor is azok vagyunk. Természetesen 10 óra múlt 1 perccel, Gábor jön a kívánságműsorral, mi pedig hétfőn 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred.